Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Szevasztok. Hello, mindenkinek. Jó reggelt. Itt vagyunk. Hát egy újabb hét. Na csak három nap. Háromacska. Ez csak három nap, mert aztán egy négy napos kis szünet. Ugye? Igen. Így van felvonulás, sörvisli, május elseje. Igen, rossz idő, állítólag. Nem áll. De. Tényleg? Állítólag. Még elsőjén nem. Elsőjén nem, de utána wellness hétvégések lesznek előnyben, mert hát egy hideg szél, lehűlés, pénteken már durvább idő. A csütörtök még jó. Szerda legyen nagyon jó idő. Igen, reggel, azt nagyon napunk. Szeretnénk, igen, hiszen szerdán még nagyon-nagyon oda akarunk vágni ezen a héten. Meg hát azért vannak kötelezettségeink a hallgatóink felé, és például azok felé, akik majd a főnöküket szeretnék megreptetni, bizonyám. Akik egy B25-össel szeretnének repülni, meg hát én sem szeretném kiadni azt az Alpha Jet-es repülést. Azok repülnek, képzeld, esőbe is. Azok mindig felszállnak. Nem cukor. Nem cukorból van, mert az elolvad, az sose hagy kint a kristálycukorodat, mert összeáll, de az Alpha Jet nem olvad el. Az esőben. Nem. Aha, jó van. Úgyhogy igazából mindegy, milyen idő lesz szerdán. Jó, de azért igen, de napsütésben jobb lenne. Persze. Az biztos. Megmondom én, hogy mi van szerdán egyelőre. Tényleg már nézegettem hétvégén is, hogy tudjuk a szerdát. Jó idő lesz. 24 fok záporzivatal. Ennyi. Hát, hogy mi? Ilyen lokális záporzivatal. Jéges a gömbvillámok. De reméljük, igen. Az másfelé. Hónos eső, köccitálás, jeges hódara. És minden, ami lehet. Na, milyen volt a Robi? Jó volt? Nem hát, voltam végül. Figyeljetek, nagyon jó volt. A magyar közönség nem nagyon értette nem? ezt a swinges dolgot. Nekem egyébként is szokott bajom lenni ezzel, ahogy mi fogadunk világsztárokat. De hát mi egy ilyen nemzet? Na, mert miért? Hát, hogy nincs az a nagyon nagy kitörő öröm. Tehát, ha megnézel egy külföldi koncertvideót, nincs egyébként, igen. Akkor mi ahhoz képest egyen visszafogottabb. Igen. Tehát kijön a sztár, és mindenki megőrül. Leszámítva a rock közönséget, mert az viszont közmondásosan szuper. Az nagyon jó. Persze, a rock közönség, jó. Ők most otthon maradtak, a rock közönség, hát, ennek értő oka van. De ők ölni mennek minden koncertben. Így van, igen, ha igen, ők csirkét darálni, vértői láncokat csörgetni. Ők ölni mennek, halni, és minden koncert egy túlélés. Tehát ott nem kiabálsz, megölnek. Az egy háború, az egy azért emeled a kezed, majd bencsetek ki. Nem akarsz üvölteni, üvöltesz a többiekkel, mert zombik vannak és farkasok. Megölnek farkaskölkök. És azt hiszik így, hogy te is az vagy, tehát nem bántalak. Muszáj, ugye? Rock koncerten muszáj, igen. Úgyhogy ez egy kicsit elmaradt, hogy ez egy swing buli volt, ami nekem ilyen izgalmas mindig a sportcsarnokban, szerintem nem odavaló a műfaj, de hát nyilván ő nem tud egy 400 fős közönség előtt föllépni, akkor 5 millióért kéne adni egy darab belépőjegyet, hogy ugye kijöjjön a buli. Nagyon nagy színpadkép volt, viszont ami izgalmas, egy ilyen három emeletes, egy lokálnak a báltermét csinálták meg, az volt az első, és aztán átalakult hajóvá a második fél időben a dolog. A szünet kicsit fura. Hát állítólag ez a műfacsa. Inkább egy színház előadás. És lement a második szünet. Egy óra, gyerekek, utolsó dal. Köszönjük szépen, szevasztok. Teremfények fölmehettek. Ez színház, akkor ez egy színház előadást akar mutatni. Igen. Nem volt lézer, nem volt semmi ilyesmi. Nagyon... Szünet előtt ajánlott valamit a büfében? Persze, igen, ha kibírtad a sort. Tehát az egyébként volt, aki nem ért vissza a második fél időre. Például Laci elment egy sörért, magáért, de aztán nagyon rendesen hozott nekünk is, úgyhogy ezt köszönjük szépen utólag is, de úgy, hogy amikor beértünk, akkor még volt azért egy fél óra, Laci mondta, hogy ők beállnak sörért. Mondtam, jó van, mi benn vagyunk, majd megérkezett a koncert felénél. Aha. Azt mondom, mi van, kettőt ittatok, mert eddig tartott. Tehát az egy picit az lassú volt az a része. Végigálltam, de mire odaértem, elfogyott. Addig az lett volna a legjobb. És átállt a másik sorba. Úgyhogy, ja Istenem. Úgyhogy, tehát két felvonás, semmi lézer, nagyon szép háttérvetítés volt, minden az egyes adott dalhoz volt igazítva, nagyon-nagyon menő, és hát a csávó gyerekek akkora ripacs, de annyira jól áll neki, ahogy kijön, az rögtön látod, hogy csak a közönségnek játszik, minden mozdulat nagyon kitalálva, nagyon odatéve, és hát ő, azt hiszem ő az, az ember, aki bármit megtett. Aztán volt egy olyan jelenet, ugye a csókolózós jelenet, ami minden koncerten van. Fölhívott lányt? Igen, fölhívott, olvastam, Dóra, igen. Dóra, azt hiszem Dóri, följött Dóri, és mondta, hogy hát eddig úgy csináltam, hogy fölrángattam egy lányt a színpadra, és azonnal lesmároltam. Kedves közönség, én már megkomolyodtam, úgyhogy ilyen nincsen. Azonnal a nászinduló, szét a függöny, egy papott állt, összeadta őket, aki mondta, hogy itt jelenlévő Robbie Williams, és mondta, hogy nem, Robbie Williams popstar.
Tehát, hogy őt így kell szólítani, kívánod-e feleségüvel, mindenki mondta, hogy igen, yes I do, és azonnal lesmárolta a csaj. Ez jó. Ó, de ez nagyon jó volt. Én a csávot azért szeretem, egyébként mindig, nem vagyok nagy rajongója, de hogy mindig időzélesnek éreztem minden dolgát, amit csinált. Tehát mindig ott volt benne az önirónia, és mindig ott volt az, hogy nem veszem annyira komolyan magam, mint amennyire sokan komolyan vesznek engem. Igen, ez most is ugyanígy megvolt, viszont tényleg odapirított. Nagyon-nagyon nagy... Te se vagy az a korán eldöntős, hogy koncertre merős, tehát péntek délután elengedtél pár telefonra, hogy van-e egy... Nem kapkodtad el, gondoltam, hova? Semmit nem bízol a véletlenre. Én le is mondtam róla, az jó szerencse úgy hozta, hogy László egyszer csak hívott, hogy nincsek. Mondtam, hogy Laci, mehetünk. Úgyhogy így volt. Balerze jegyeivel akkor behasítottál. Nem tehetek róla. Nem, csak mondom, röhögtem, mondja a Laci, hogy hát a Ferinek kellett. Mondom, jó, hamar ébredtél. Péntek délután 3-kor gondoltad, hogy hát mégis ma este a Robi nem kéne, de menjünk. Hát akkor telefonáljunk bár, hogy van egy. Volt, amikor ez kiderült, hogy lesz Robi Williams koncert, akkor benne volt a fejembe, aztán amikor kiderült, hogy lehetne jegy, akkor nem volt benne. Most a héten szóltam az illetékeseknek, hogy ha esetleg tudtok kettőt, akkor legyetek egy. Mondták, hogy nincsen. És a Laci hívott föl, hogy van két maradék. Nem, én hallottam, hogy neked nincs. Ott álltunk a Wikivel, kocsikulcs, szemüveg, babysitter, már a gyerek integet. Hív a Laci, Ferinek nincs. Hát mondom, hát akkor, hogy lehet? Hát milyen világ az, ahova Feri nem jut el koncertre? Babysittert mondd le, menj haza, szemüveg vissza a tokba, igen, benzin vissza a benzinkútra. Sluszkulcs vissza, ezért akasztóra ki, jó, akkor mi nem megyünk, adjátok a Ferinek a jegyet. És nem tudtam, hogy látod? És köszönöm szépen. És jól érezted magad, jó nagyon volt? Jó volt, nagyon jó. Kifizessem. Jó helyen álltál? De előre mentünk, bedumáltuk magunkat a tömegbe. A VIP-pálóba? De nem, odáig nem. VIP-számlát elkérted fel, mert azt is állja egyébként Bali szerintem. Na minden, hoztál? De csak áfásad. Vagyunk gyerekek. Na. Csak azért. Azért, mert egyébként nem, hát csak úgy ezért nem adom oda, csak arra erre számlával tudod igazolni a perecet. Tudok kiállítani. Az jó. És viszkit ittunk egész este. Mindenről lemaradok, amire akarok menni. 3 koncert van egyéb, amire el akarok menni, de arról is lemaradok, úgyhogy. Ne, erre se tudtunk elmenni. Jó, de úgy szervezzük az életünket mindig. Jusson az eszedbe, hogy örömet szereztél neki. Az egész este erre gondoltam. Gondolom, rohadjatok el a békával. Remélem, jó, ha ez szar helyen áll. Nem látsz ugye semmit, nem látsz. Remélem, lehányták már a cipőjét. Remélem, háttal áll a színpadnak, és biztos, hogy be se jutott. Remélem, mindenki őt dobálja a sörös pohárral, mert nem látnak a trolltól. Remélem, hátra küldték. Remélem, a kézzel varró cipőben, és letaposták az órát. Igen. Nem, ezt megnéztem volna. Hallottam, hogy nyomott egy-két Angel, meg Kamanda, meg ezek a nagyobbak, de hogy nagy részt azért ez swing volt. Kevésbé értek, nem is nagyon szeretek, de... Nem volt zavaró. Ha erre vagy kíváncsi, hogy swinget játszik abban a 2 órában, nem volt zavaró. Meghallgatom, de ugye ettől úgy, nekem ez a korszak semmit nem jelent. Tehát imádom Frank Sinatrát egyszer egy évben, de hogy így... Na, ez pont nyilván az év ő ezt kedveli, meg már baromira unja, hogy 10 év ugyanazokat a dalokat nyomja. Szeretnék egy korszakot, én is csinálni kell egy koncertturnét simán. De mondom, de benne volt a Candy, amit játszunk, az benne jó. Voltak a régi dalok, akkor volt egy olyan blokk a másodiknak az eleje, a második rész eleje, az csupa ilyen klasszikussal kezdődött, és ott mindenki elkezdett táncolni. Ez tök érdekes volt, mert végre ismerték, ugye, az nem az új dalokat játszott. De egy öreg volt, 3 perc volna, abba hagyt, és mindenki visszaüdvösségül. Letargiába esett. Úgyhogy nagyon-nagyon szuper volt. A másik, amit szeretnék nektek elmesélni, hogy nyílt egy olimpiai park Budapesten, nem tudom, hogy tudtok-e róla. Kérlek szépen, a Margit híd mellett van, hogyha Pestről mész Budára, akkor még nem mész át, ez a pesti oldal, bal oldalon van. Ott a parlament és a Margit híd között van, annak a térnek valami neve, nem tudom, hogy mi az majd, aki Budai oldal? Nem, Pesti. Pesti oldal. Pesten állsz a Margit híd, nézel Budára, igen? Balra a parlament felé elindulsz, és ott van egy nagy plac volt ott. Ja, tudom, az régen parkoló, vagy milyen fele meg ott ment, igen. Olimpiai parkot csináltak, hatalmas játszótér, nagyon-nagyon jó játszótérrel egyik fele, de tényleg vérprofi, a másik oldal a zöld pázsit. Hűtött gránittal az is? Az is hűtött gránit, van meg egy kis szökőkút benne, gyönyörű pázsit, állítólag Angliából hozatták. Aha. Mit, a füvet? A füvet, ilyen. Na, de Hollandiából hozatom. Igen. Nagyon, hát a jó, fura, az igazi profi. Fura egyébként, mert Magyarországról füvet. Viszik egyébként a gyepet a világ legnagyobb stadionjaiból is, mert nálunk csinálják a legjobban. Nem, nem tudom, ez csak jó, egy legyka, nem ez a lényeg, lehet rajta feküdni, nagyon jó, a nép nagyon szépen használja a dolgot. Vasárnap elhatároztuk, hogy bebringázunk oda a srácokkal, elmentünk, bemegyek.
és vannak olimpiai relikviák. Na, szépen. Ne csinál. Van két domb, aminek le van vágva az oldala, az egyik, mind a két oldalon az olimpiai aranyérmeseink neve van föltüntetve, és mellette az, hogy hány darab olimpiai aranyérmet szerzett. Azt hittem az érem. Nem. Már lopták volna. Hogy kezdődik ugye a magyar olimpiai érmesek sora? Hajós Alfréd. Igen. Így kezdődik. Oda mész. Hány aranya van Hajós Alfrédnek? Tesszük fel a kérdést a hármasugrás harmadik kérdéseként. Mindenki tudja, vagy ha nem, akkor utána nézsz, hogy kettő. Két aranyérme van, ugye? Jól igen. Tudom? És félrevésték? És négy darab van. Na, hát tényleg? Várja, nem hiszem, de ez még csak az első. Négy darab aranypöty van, amiről már szakértő polgárok kettőről lekaparták. De fönt van a négy darab. Ezek ilyen kis plecsnik vannak a gránitba belevésve, be van a elírták? Aranyozva. Tehát elvésték? Jani. Nem mindenkire megvan a közelében Wikipedia. De ez átment 8 ember kezén legalább. Hát ez van. Érted? Tehát ez nagyon ciki. Hát inkább több legyen, mint kevesebb. Ez mondjuk igaz. Még, hát ha szerez hány volt még. Eső? Kettőt tegyébe. Kettő és öt között. Annál biztos topalom. Legyen négy. Jó, hogy így. És így alakult. Igen, vagy, tehát azt valaki azért engedélyeztette, valaki kitalálta, valaki megrajzolta, valaki utána nézett, valaki fölvéste, és négy van fölvésve, de már mondom, kettőről az aranyat lekaparták. Ez az egyik, a másik. Van egy, hát ez nyilván csak én a festék. Nem néztem végig az összeset, lehet, hogy vannak egyéb hibák is, de ez annyira szemet szúr, mert oda mész érted az elsőre. És ott az érmei vannak? Már nem, most megnéztem gyorsan, hogy van csak egy... Csak az aranyok vannak. Csak az aranyok, van egy hivatalos Európa-bajnoki címe is. 1895-ből 100 méter gyorsan. Nem, és még csak... hány hasonló jelgő érme. Igen. Hát igen. De ez csak, tehát ez csak az olimpiai arany. Akkor szervis. Igen, szerintem. Ez az egyik. A másik, van egy nagy világtérkép, ami rajta van az összes olimpiai helyszín. Tehát, hogy a Moszkva, minden rajta van, és rajta van Tel Aviv. Aha, hát az egy érdekes dolog, mert hogy őket át például, hogy a labdarúgó Európa-bajnokságot rendeznek, abban például simán benne van Izrael is. De tehát, hogy ez valahogy így de alakult. Volt Tel Avivban olimpia? Szerintem nem. Nem, szerintem sem, mert ott ki van írva, hogy 1900, nem emlékszem a dátumra, mindenhol ott van, hogy 80 Moszkva, ki van írva, hogy 1964, de most a dátumra már nem emlékszem, Tel Aviv. Érted? És csak tehát az olimpiai helyszínek vannak felsorolva, a nagy világ térképe mindenütt be van írva az adott város neve, és hogy mikor volt ott olimpia. És oda van írva, hogy 60 vagy 80, nem emlékszem már a dátumra, majd megnézem legközelebb, Tel Aviv. Hogy ott mi lehet? Hát kis olimpia volt. Egy gyerekkori. Viszonylag kis füsttel, kis lánggal, egy pici, apró pici olimpia volt. Hát, és akkor így ezzel emlékszünk rá. Hát ki tudja. Ja. És a park jó egyébként? Igen, visszatérve a dologra, hogy egyébként gyönyörű a park, a játszó rész maga az. Nem messze onnan van jó lángos, és úgy mindenki mennyire nincs. Nincs. Néha lenne, nincs. És onnan át tudsz sétálni be a térre? A Kossuth téren? Persze, igen. Gyakorlatilag ott kijössz a park hátulján, onnan 2 percet benne vagy a Kossuth téren, és nagyon jó maga a játszó, és nagyon jó a park, tehát még egyszer mondom, nem akarok itt firgázni korra reggel, csak ez a kettő, ez úgy nálam egy picit ilyen izgalmas volt. Például van egy ilyen nagyon nagy játszóvár alatt a gumiborítás, ha lesik, a gyerek nem töri össze magát, van hinta. Akkor ez már ilyen EU konform. Az, tehát nagyon szép a park. Igen. Ezt a kettőt azért úgy egy kicsit javítanám. De Hajós Alfréd után másét már nem merted megnézni. Én már nem is tudtam oda végignézni. Olyan sok aranyosunk volt. Fény, jó, hogy nem Hajós Andrást írtak. Hajós a dobozban. Nézd a jó oldalát. Egyébként teljesen jogos. Nézd a jó oldalát. Nem simán íratták volna Hajós András két arany. Nem? Hát érte, kicsit keveri Hajós Alfréd, Hajós Andrást. Tök mindegy. Milyenek voltak a gyerekek, visszatérőnk egy pillanatra? Azt hallottam, hogy kamu volt ez az egész gyerekkoncertezés. Szóval ez azért mondd el a hallgatóknak, nehéz, mert szerintem többen mesélték. Igen, nehéz eldönteni, de szerintem is kamu volt, meg ott beszéltem egy-két ilyen zeneértő kollégával, akik szintén azt mondták, ugye beszéltünk velük, minden egyes országban egy általános iskola, vagy valamilyen kórust Robi magához vesz egy dal elejéig. Ez inkább egy promóció, igen. És az történt, hogy bevonultak a gyerekek, Robi leült középre egy emelvényre, körbevették a gyerekek, és elkezdték énekelni a dalt, és az volt a baj, hogy egy darab mikrofon nem volt sehol, de térmikrofon sem, mert az ilyen kórusokat ugye nem egyesével egy-egy mikrofonnal szokták venni, hanem vagy két oldalt beraknak ilyen nagy térmikrofont, vagy letesznek a és nem volt sehol mikrofon. Úgyhogy hát... Valószínűleg ezt fölérekelték neki. Igen, sűjjeztet mikrofont. Fölénekelték, és itt inkább igen. egy ilyen cukiság van, mert nem mint promóció, tudod, hogy akkor az iskolák versenyezenek, és ezzel viszik a hírét.
Szóval akkor az playback volt, már hogy a gyerekek szépen alá keverték. Az csak ilyen... ott átoktak, mint a partra vetett hang? Valószínűleg énekeltek is. De aranyosak voltak. Nagyon én azt a híradóban láttam, és marha helyesek voltak. Nem látszott rajtuk semmiféle megilletődöttség. Tehát, hogyha még playback is volt, a gyerekek nagyon profin adták elő. Tényleg, helyesek voltak, cukik voltak, nem ez a ízi, ez a cipőbámulós, ja, kézmorzsolós nézelő. Persze, nem, nem volt senki, betolva, nagyon aranyosan jöttek, ott a Robival tám még volt, aki pacsizott is egyet. Nagyon jó volt, csak azt várnád, mert az ekkora koncerteken mindig van egy-két olyan hangsáv, ami felvételről jön. Tehát, hogy élőben zenélnek a zenészek, de egy-két dolgot, mert az ugye olcsósítja, nem kell még öt zenészt hozni. Tehát meg lehet technikailag oldani azt, hogy valaha fölénekelték egy héttel ezelőtt, és azt rájátszották, csak olyan furi volt, hogy ha már ennyire be van promózva minden országban, hogy saját... Akkor miért playback? Igen, aha, miért nem bízunk meg hallottam. Bennünk. Na mindegy. De ez legyen a legkisebb baja a Robi koncertnek. Na jó van. Hogy jó volt. Gyerekek, koránkelésem egy pillanatra sem változott meg. De várj, szombat-vasárnap? Nem, képzeld, szombat-vasárnap, annyira elfáradtam, hogy nem. Tehát szombat-vasárnap nem. Ma 3:43-kor sikerült a termosztáthoz léptem. Nagyon és kiváló. A 22 fokot 24 fokra cserélnem. Viszont kezdem megszokni. Tehát kezdek sokkal frissebb lenni így. Nem hiszem el. De képzeld el, hogy sokkal jobb. Megint tettem, ha már ekkor kelsz, nem mondod majd ezt. És lecsöpekszem. Rájöttem, hogy én mindent az utolsó 5 percre hagytam, és lehet, hogy az élet így akar megtanítani, hogy keljek föl időben. 3:43-kor a 22 fokot 24 fokra vettem. Nem tudtam már visszaaludni. Kicsit pánikoltam, hogy megint mi bajom van, miért nem tudom. Nem jutott el vissza az ágyunk, mert megfagytál fél úton. Megálltam, mint a Terminátor, akit leöntöttek. De rájöttem, hogy utána valahogy most már elkezdtem élvezni. Megnéztem egy fél Trónok harcát. Hajnalban. Miért nézed de meg? Már. Hát megvan már magyarul 4 rész, vagy 3 rész. Ha most már lehet kezdeni, van már 4 óra magyarul. Az már nem rossz. Ja, az most már kezdhető. Fél Trónok harca. Mondja, mi van benne? Képzeld el. Aha, Joffrey király. Megnéztem egy fél Trónok harcát, kicsit elkezdtem még a Breaking Bad-nek a 4. évadát. 4:50 körül elkezdtem elkészülni. Megittem a kis teámat, 4:06-kor szépen autóba vágottam, megálltam még tankolni. Látod, mindenre hát van. Annyi minden történt velem, mint veletek egész hétvége alatt. Aha. Az biztos is. A 3:43 óta annyi mindent csináltam, olyan gyorsan zakatol az életem, mint nektek. Hát egy hosszú hétvége. Hát nem csoda, hogy nem tudtál elmenni a Robi koncertre, hát annyi dolgod van. Érted? Alig tudod belezsúfolni a 24 órába. Úgyhogy most már kicsit örülök neki. Elkezdtem átállni a jó oldalára. Lemegyek sorozatot nézni. Nagyon jó. Veszek egy forró fürdőt. Lemegyek a gőzkabinomba. Nyomok egy infraszaunát. Úszol egyet a medencében. Csobbanok a merülő medencébe. Na ez mind nincs. Igen. Ez mind nincs. Igen, lenyírom a füvet. Nagyon hosszúak így a napok, de most már nem kétszer élsz. Viszont. Érted. Hogy ilyen. Felett alszik kétszer. Mert tényleg úgy nézett ki a reggelem, hogy ilyen 5-25-kor derékszögben fölülés, gyors mosakodás, egyfogmosás, póló, gyors, és már 5:40 kocsi, és már vágta. Hát tudod, és 6:08-kor már ment a zene, és ott vagyok. 10 perce itt ülök kint a kocsimmal. Tök jó. Elrakosgattam a csekkjeimet. De jól csinálod. Gyerekek. Én meg tök eseménytelenül otthon édesdeden alszom, miközben te ott mászkálsz az üres lakásba. Mennyivel szerencsésebb vagy te. Nem, egyszerűen muszáj lélektanilag átállnom arra, hogy valamit csinálok, mert egyébként tényleg azon szorongok, hogy ez már a kapuzárás, vagy az öregedés, vagy a változókor, vagy nem tudom. Úgyhogy az esti sorozat nézést átteszem reggelre. Mondom, fél Trónokharcát. Tudod, milyen jó 4 órakor Trónokharcát nézni? Na. Egyébként tudom, mert hogy én pétekre is, szombatra is végül 4:30-kor fekszem le reggel, mert hogy addig tévézek, de hogy már úgy nem biztos, hogy hétfőn annyira örülnék, hogy a 4:30-kor, amíg akkor szoktam kelni. Most mi a jobb, ha szorongba fekszem még 1,5 órát, hogy jaj, nem tudok aludni, izzadva, merengve az elmúláson és a változókorom, vagy az, hogy fölkelek, és elindítom a napot. Teszed. Szorongás helyett, mit tudom én, nézelődsz ott a lakásba. Portörlök, bekapcsolom a porszívot. És a Vikék azt hallják földről meg a gyerek, hogy lendúdol apa. Ó, itt még van egy kis folt ezen a kérőeszközkészlet. Nem jössz aludni, nem még az eszájgot áttörlöm. Kiszidolozom. Nem, még megmosom, még lemosom az ablakokat. Megolajozom az árakat. Figyelj, amíg van sorozat, addig most már bali nincs gondban. A Kaliforniából lement. 4 vagy 5 rész. Jön a 24. Laci, jön a 24.
Csak mondom. Föl is kaptuk a fejünket. Kife Sutherland nem meg, itt van a kis alkalmazásom, ő a legjobb barátom. Mondjam nektek, hogy hány nap van még a 24-ig? Nagyon izgalom. Akarjátok tudni? Nem. 8. Jó. 8 nap. Az milyen idegesítő, az a ting, az a pittyegés benne. Hogy szól? Aha. Bárhogy a 24-ben? Igen. Ja, amikor a másodperceket mondja? Ja. Hát, úgyhogy de jó, de szerencsés ember vagy, hogy egy telefonos alkalmazás a legjobb barát. Ideig jutottam. Meg a takarítás hajnalban. 3:43-kor fogom a legjobb barátomat, a telefonomat, megnézem az új sorozatokat, nézzük. Levonulok. Nézzük, mit tudok letölteni. Letöltögetek és nézek, úgyhogy így állunk. Na jó, a játékkal elvesztettük? Hát a múlt hét várjál, igen, csúfos kudarcot, ugye? 0-0-ra, mennyi arra felé, 0-0-ra. Na igen, tiszta lappal indulok most is, ti is. Figyeljetek, 2-t kell nyerni, és megvan a 7. Ilyen azért ritkán van. Oké. Nem? Mondjuk, semmi, menni fog. Az a 2 nyerés az is. Az alapján, hogy a múlt héten játszottunk. Igen, na mindegy, valaki jelentkez a játékra, aki nem tud jó játszani, jó? Leginkább az, túl jó ne jelentkezzen. Az nekünk most nem jó. Ki a legjobb? Ki a legenergikusabb? Most nem hát voltál, múlt héten te gyertél. Hát bocsánat, érted? Ennyi a hajnali kelő. Mi egy csomó alvás után tök fáradtan keltünk, ehhez képest te meg tök frissen keltél 1:30-kor, meg hánykor. Lelassa, aztán majd az lesz. 3:45, 3:30. És a végén se kell feküdnöm. Na jó, lehet jelentkezni játékra, jó? Fekete-fehér igennemre. Mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt. 32-esen Szolnoktól Jászberényig tiszta, jó járható az út, szép napot mindenkinek. Ez jött már a mi közlekedés, aztán azt nézem, hogy kicsit most még kevesebb. Rendes. Drága fotók készülnek Gyomanedrőn táblánál, Dévaványa irányába és Makó és Követy között egy kamion lerobbant áll a kanyarban, de ez még 5-kor jött, úgyhogy hát lehet, hogy azóta az már megoldódott. Na, igen, M2-es Kozdi lehajtó trafi, Johnny 76, valamint Komárom tábla után Győr felől mérik az érkezőket az egyesen, ez pedig P küldte nekünk. Most futott el mellettem Abbaházi Csabi. Á, ezt nem hiszem el. De vagány. 6-os, 6:30-es indulás. Jó, mi? Nem rossz. Ellopták az autót. Igen. Be akar futni. Nálunk minden reggel megy a trónok harca, kimegy először WC-re. De jó. Igen. Biztosan napkitörés volt, vagy valami hasonló, mi se aludtunk a lányommal. A változókor igaz, nálunk is megvan. Ő 9-48 éves vagyok, irény. Igen. Bali, vald be, azért nem voltál Robi koncerten, mert Rómában voltál a szenti avatáson. Igen, ott voltam, igen. Hát, de szeretem Rómát egyébként. Két rész van szinkronosan, egy rész angolul feliratosan a trónok harcából. De ne írjatok olyat, hogy mi történt, mert látja Jani is, meg látom én is, mert ennek az SMS-t ne nézd meg, a 77-es SMS véget ne nézd meg, megírják, hogy mi történik. Nyugodtan törölhetitek, addig nem megyek fel az SMS falra. Ne írjatok olyat, hogy mi történik. Várja, a drónok arcában. Várjál, én neked, de azt mondja, hogy nem jó, 77-es végül. Hoztál magad a tartalék belsőket, ugye, Feri? Engem lealázhattok, ez az egyik. Én ezt már tudom sajnos, én ezt már egy spoileres cikkbe elolvastam, mert nem írta oda a cikkíró, hogy spoiler veszély. Csak elkezdtem olvasni, és erre megírta, hogy mi történik a negyedik részben. De olvasd be nyugodtan, Feri, van nálam zsiger előkés, megoldom a problémáit a gumiknak. A kerékpárom gumiai fel vannak töltve. Nem lehet őket. Tényleg? Persze. Na gyerekek, na jó van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Szevasztok. Hello. Balázs. Hello, Feri. Ja nem, Balázs. Hello, Balázs. Igen. Balázs. Most Balázs. Ki szólít meg? Balázs. Igen, most ki beszél kihez? Balázs vagyok. Tegnap volt a szülinapod? Igen, na, igen. Na, látod, milyen jó kis ajándék, és ma már játszhatsz is velünk. Így van. Kivel szeretné játszani, Balázs? Ferivel. Nyitod a hetet? Nagyon jó. Nagyon jó. Így van. Nagyon jó. 16 hétből hetet hoztunk, 2 hét volt döntetlen, 7 hetet nyertek a hallgatók, tehát egyelően állunk, írja Anna. De jó. De most elvesztik. Erre minden esélyünk megvan, ami az utóbbi hetek statisztikáját illeti. Nem nagyon tudunk nyerni, de majd most hátha. Nem. Ez valami. Mehetünk? Igen. Jani? 3 és 2 és 1 és fire. Honnan hisz bennünket, Balázs? Szexárd. Borozni szoktál?
Meg is vagyunk, köszönjük szépen. Meg is vagyunk. Ott volt? Nem volt. Csak félig. Jaj, nem már, ott volt. De fél volt. Honnan hisz minket Balázs? Szexárd? Szexárdról. Ja, nem úgy értem, eljátszom, mi volt a játékban. Honnan hisz minket Balázs? Szexárd? Igen. Borozni szoktál? Hát ez konkrétan így szólt. Igen. Igen, de ha azt az igen nem veszük, akkor utána kétszer nevet mond. Szép. Mariát! Szép. Jó. Hoznom kellett a csapatért ezt az egy pontot. Balázs, hát ott volt. Majd a hírek után visszajátszuk egyébként, megmutatjuk. De tényleg ott volt. Ott volt, tudom, hogy ott volt. Na, de a jó azért azonnal letagadta, mert... a szép volt. Már játszottunk együtt. Na, mikor? Mikor itt voltatok kitelepülésen? No. Vízsipföldtel. De szerettem azt a szexádi kitelepülést, ez egy jó hangulatú volt. Jó, remélem volt, az nagyon. Idei rócsók. Vízsipföldtem 10 percig. Igen? Nem, tudod, akkor kellett csinálni. Szendvics készítés volt. Szendvicset, így van. Igen. Még mindig emlékszem a füge ízére, illatára, hogy jön fel hátulról. Igen. Hát elég, ja. Én a kaposvári helyszíre emlékszem, hát. Hogy hívták a nénit? Milyen néni volt, aki 20 percig csinált egy olyan szendvicset, ami értelmezhetetlen volt, emlékeztek? Igen. Egy óriási showman volt, egy született gerben. Újra értelmezte a szendvics fogalmát. És mondtuk, hogy a unokák nem sokat esznek, mi így rád. Igen, majd sokat szemmel. Balázs! Hát sajnálom. De fogok még jelentkezni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy én is. Igen. Sajnálom. Köszi, téged sajnálok, de a pont az nagyon kellett, hidd el, ez most mentálisan volt rá szükség. Nekem is kellett volna a pont. Ne haragudj. Köszi a játékot, Balázs, ciao. Szevasztok. Ne olvas SMS falat, Jani, ne olvas. Tényleg nem jó felség elküldeni, Béla papa az Ivekos SMS. Igazán jó arc vagy. Büntiből egy hónapig nem olvasom meg. Ne írjál semmit, kész, tiltó listán vagy. Egy hónapig nincs SMS olvasás. Vagy hát írhatsz, tök mindegy. Na, hogy is állunk? Úgy állunk. 1-0 ide, így van. 4 perc, ha pontosan 7 óra, győzelemmel indul a hét, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra, pontosan 9 perce. Jó reggelt mindenkinek. Hello! Vannak friss közlekedési híreink. Győrnél egy hülyautós elütött egy szarvast. Üdv a szarvas! mondani akartam, hogy mondom, miért az autós hülyebben lehet, hogy kiugrott elé, na erre kidőlt. Igen, a szarvas írt. Ugye szarvas családja. Trafi Borsod. Jogos. Szarvasék. Akkor jogos, hogy picit megbántva érzik. Borsonádosan van egy Trafi, ezt Attila küldte nekünk, 26-os főút, erősen ködös, és vadnak Kazincbarcika között legalábbis. Puszi Kitti. Komárom tábla után Győr felül mérik az érkezőket az egyesen. M2-es Kosdi lehajtó Trafi Johnny 76. Sose értem, mikor megyek valahol, és azt kiírják, hogy itt most szarvas egy kilométeren keresztül. Vagy hát ha lehet, hogy az egy kilométer hosszú szarvas. Ha lesben állnak. Hogy tudják, hogy ott bukka majd elő? Vagy az egy nagy átjáróhely? Vagy ez hogy van? Máshol nem bukkant elő? Vagy ezt hogy írják oda be, hogy tudod, van ez a szarvas 500 méter? És 500 méteren keresztül szarvas veszél. Látták többször, hogy ott éjjel ott, hogy a szempárok így egy kilométeren keresztül ott bent a susnyásban figyelnek. A kukoricával egyébként. Előtte utána senki? Csak ott azon az 500 méteren? Vagy azon az 500 méteren nagyon, utána még már csak ritkábban? Vagy hogy van ez? Ezt hol, hogy írják? Vagy ott van egy etetőhely? Na ez például lehet, hogy ott bandáznak rendszeresen. Na de hát az etetőhely egyik oldalán van, az út egyik oldalán. Miért nem tesznek mind a két oldalra, és akkor a szarvasnak nem kell átmenni az úton? De jó vagy. Érted, mit kérdezek? Az egyik oldalon van etetőhely, és balról látja jobbra, mert tudja, hogy etetőhely van. Miért nem tesznek jobbra is, és akkor a szarvas két irányba húz a betonúttól elfele, nem középre. Mert a szarvas hogy nem hülye. Hát tudja, hogy az egyikbe előbb kell belerakni, mint a másikba, és abban van a frissebb, és nyilván oda fog majd menni. És vajon a szarvasnak ki van téve a tábla az út mellett, hogy autó vigyázz veszély? Az autó. Igen. Ez jó. Az is érdekes kérdés, hogy az autópálya vigyázz fölött... ember. Igen, az autópálya fölött ki átjáró, tudod, ahol vannak igen. Ilyen vadátjáró. Azt ő honnan tudja, hogy az ott az? Na? Melyiket? A vadátjáró? A vadátjáró. Hát azt megtanulja. Meg nem tudja, és ön azért jó. Ja, hogy rámegy, és nem hát, mert tudja. Ugye takarva van mind a két oldaláról, hogy ő ne lássa az autókat, ne zavarja meg, természetes közegnek tűnjön. Aha, azt ő tudja, azt persze. Ő tudja. Azt ő megtanulja. Nem de hülye, mikor... szarvas. De jó, értem én, de akkor ezt miért nem tudja, hogy nem megyünk az útra, hiszen itt is van élelem. Nem tud följönni, az általában autópályán van, tehát ő ott nem is tud följönni nagyon az útra, ez autópályák fölött van, az azért, hogy át tudjon menni az egyik oldalról a másikra. De az autópályán ugye nem tud átmenni. Egyrészt van, amikor két oldalról le van zárva, plusz ott van ugye az elválasztóság középen. Ja, és akkor azért van, hogy ő ugye ott fönt át tud menni. De amikor a közútkezelő kirakja a táblát, hogy egy kilométeren keresztül szarvas veszély, ott ült egy hónapig és nézte? Lehet.
vagy simán megbeszélte lehet az erdészekkel, hogy hogyan van ez? És az összes többi állat ilyenkor nem érdekes? Mert igen. Például miért nem raknak ki vaddisznós táblát? Azért, mert a vaddisznótól megszoktuk, hogy számára kihívás egy nyerges vontató látványa. Mert a vaddisznó az olyan, meg aki tök mindegy. Ő nem azért szaladgálátott, mert ott van etető. Látja az autókat, látja, hogy kihívás. Érted? Igen, ez is fura, hogy többször üccelőzt vagy szarvast, mint vaddisznót. Igen. Sose ütöttem el még gólyát például. Hát de mondjuk marha nehéz. Miért nem sétál át a gólya egyik oldalról a másikra? Mert tud repülni. Vagy átlépett fölötte. Nem. Én ütöttem már előzet, ütöttem már el nyulat. Én nagy rőzseszedő asszony. Jó, de hát az fel van festve a kocsi oldalára. Igen. Biciklis embert, aki a kocsmából jött. És mind a kettőt ugyanott. Ezt valahol ott a mi az, a Mész Hont, Vác, és akkor ott kettes. Parassapuszta környékén, kettes, igen. Mind a kettőt ugyanazon az úton aludtottam. És jelentetted, hogy elütöttél? Mert akkor lehet, hogy ezekből a jelentésekből, akkor nem. Mert a jelentésekből lehet, hogy tudják, hogy itt nagyon sok szarvas baleset van, kiteszik a táblát. Miért provokálnak ott téged? Nem tudom, hogy ott mi baja van az állatoknak az autóban. Meg úgy általában mindenkinek. Úgy tűnik, hogy ezzel kerüld el azt a környéket. Szerintem ez necces. Nem volt ott valami affér? Nem laktál ott? De hogy a szarvasokkal? Az őz az konkrétan tönkre vágta a kocsimat. Tehát az szörnyű volt. A nyúl az nem okozott akkor a kárt, sajnáltam. Betétlapot ilyenkor kitől kérsz? Az erdészettől. Tartja. Elvileg az erdészet kell, hogy adjon neked. Tehát, hogy ez egy nehéz kérdés egyébként, mert ha ki van téve a tábla, akkor nem csinálhat semmit, ők ugyanis szóltak. Igen, ha etetési területen ütöd el, akkor viszont megtérítik a károdat. Ja, szóval bementél etetési területre? Offroadoztatok egy kicsit? Új volt az autó, megmutatott a címbiknek? De van úgy, amikor ugye a betonút egyik oldalán etetési terület van, és akkor átjárnak a betonúton. Na, én pont egy ilyen szakaszon mentem. De nem jó érzés, mikor így rommá töri az autódat. Anyád a városi autó, bírja ez a terepet is. Szörnyű. Lehet, hogy a lányszarvasok vannak egyik oldalon, a másik oldalon fiúszarvasok, és átjárnak kufircolni? Hát az állatvilágban nem egy olyan nagyon meghökkentő dolog, hogyha mondjuk azonos neműek vonzódnak egymáshoz, úgyhogy szerintem ne legyél kirekesztő, Ferenc. Fogadja vele a másságot. Mi? Hát ennyi, érted, hogy szarvas megy szarvas. De azért van kint a tábla, hogy önmagukat mentesítsék, és ne kelljen fizetni. De akkor miért nem rakják ki, hogy szarvas a következő 160 kilométeren keresztül? Tehát ez a szarvas 4 kilométer, szarvas 10 kilométer, szarvas 1 kilométer. Szarvas is egy végtelen jel. Igen, tehát akkor rakják ki Budapest határába mindegyik autópályára, hogy szarvas. És kész. Szarvas az Atlanti óceán. És mikor beérsz Miskolc, akkor szarvas jel áthúzva. Ezt tényleg nem értem. Tehát szarvas 8 kilométeren keresztül. Tehát szarvas bárhol lehet. Nem? Miskolctól felváltja a részegbiciklis tábla. Igen, de azt például miért nincs ki? Az miért nincs ki? Részeg biciklis. Részeg traktoros. Igen, tehát ilyen alapom. Ja, mi lenne, ha kiraknának egy nagy táblát minden autópálya elején, meg autót elején? Részeg biciklis, traktor, szarvas, őz, nyest, pocok, mit tudom én, berepülő gólya. Ja, igen, meg a hajmás kerülőtérnél meg egy lefelé repülő messzes tüzérségi grána. Igen, és akkor azt kirakják, és megvan oldva. Szóval valahogy van valami is, hogyha van tábla, nem fizetnek. Ha nincs tábla, fizetnek. Tehát ez a tábla, ez valahogy úgy van, hogy önmagukat mentesítik, nem? Valami ilyesmit hallottam. Kis felmentés, igen pont ez van. És ráadásul nem is csak szarvasra vonatkozik, mert ugye azt jelenti, hogy vadveszély, pedig te dumálhatnál, hogy neked szarvas volt kiírva, ez egy vaddisznó. Nem biztosul. Hát nem itt tehetek róla. Az a legszebb, nekünk úgy volt, hogy mi összetörte a kocsimat, akkor mi hívtunk rendőrt? Nem tudom, minek akkor egyébként. Akkor összeverekedett a rendőr. De szarvas családja. A rendőr kitalálta, hogy oké, legyen az, hogy akkor ő most szól a vadásznak. Hogy nyíljon ki mindannyiótokat, rohadt városi szemetek. Ője meg a családunkat. Szól a vadásznak, mert hogy mi kárt tettünk az állományban. Igen, figyeld a dumát, kárt tettünk az állományban, ide hívja a vadász, és a vadász megállapítja, úgy, és mondom, ászott hajnali 4 órakor Parassapuszta határában, a szlovák-magyar határ környékén, romátört autóval, hogy mennyit fizessek én a vadásztársaságnak. Igen. Aha. Mondom, ember, 2 dolog. Ha a telefonodért mersz nyúlni, úgy jársz, mint a szarvas. Úgy jársz, mint a szarvas. Ja, igen. Soha többet nem kerülsz elő. Ma még pár lóerő a verdába. 2, mondom, nem mondjátok komolyan, hogy egyébként nem mentem gyorsan, nem csináltam semmit, előmugrott, rommá törte a kocsimat, és majd én most azon kívül, hogy ezt a szarvas még, vagy őszt még lefőzik, majd őszpörköltnek is, én még fizessek ki. De ő kötelessége szólni a vadásztársaságnak,
kijön a vadász, ránéz az őzbakra, és azt mondja, hogy na, akkor 400.000 forintot csengessél be. Na, itt volt cserbeágyásos gázolás, és visszaültem a kocsiba. Ugye, nem nagyon működött a dolog, fölgyűrődött a motorháztető, mindenem. És meg kellett venni a rendőrt. Hogy ne szóljon. Venni vagy venni? Nem úgy, ne venni. Érzem, hogy akarod. Venni. Egyik se jó. Igen, nem jött ki, hogy belőle ez a lényeg. És meg kellett magyarázni a rendőrnek, hogy miért ne szóljon a vadásztársaságnak. Mondom, figyeljen ide. Mondom, egyrészt ugye... Hova? Honnan nézd, egy elefánt? Már... De ezek még a régi rendőrök voltak. Ezek még a régi rendőrök. Hol nézzek, pénzbapocok? Hol? Pénzbapocok, ott? Mondom, figyeljen ide. Mire kijön egy vadász? Valószínűleg részeg lesz. Innen indul. Hajnali négykor nem találsz. Ja, belelő a levegőbe, eltalál. Kettő, mondom, mire vadászt találunk, mire, mondom, ő kitölti a papírokat, mire leméri ezt az őszt, mire fejtérkörfogatot mér, mire megnézi, hogy mi van, mondom. Szükségünk van most arra, hogy megpróbálja újraéleszteni. Álljunk itt 4 órán keresztül, önnek is itt kell állni, töltsünk ki minden. Mondom, hogy lesz ez? Mondom, most miért szúrnál ki magunkat? Tudod, az érzelmeire próbáltam adni. Elgondolkodott rajta. Hogy maga is itt fog állni reggel 8-ig. Mondta, hogy maga is itt fog állni, innen nem engedem el magát. Hmm. Maga innen el nem megy, ha most nekem ide vadászt hív bosszúból, itt kell állnia. Elgondolkodott és visszakéred. Ezt hogy érti? Hova? Kicsoda? Hol maradjunk? Én? Milyen vadász? De én magával vagyok, nem maga itt marad. Én? Kicsoda? Maga? De ki? És mondtam neki, hogy ez nem lesz jó, úgyhogy most fogjuk ezt a kis őszt, elmormolunk két... elmormolunk két... A jobb szomja az enyém, a bal meg a magáé. Buddhista imád, hogy az ősznek gyönyörű újjászületése legyen, és remélhetőleg ne szülessen már újra, vagy ha igen, akkor mondja utánam, ó, mami, de vakri. Így van. Ezt átsegítjük. Egy gyors póva szertartással átsegítjük az őzet a tiszta földre, majd utána levontatjuk, és itt se vagyunk. És ez egy fél órát így hadakoztunk. Hmm. Na, pedig itt vadászt fogunk hívni. Tudod, egy ilyen igazi parasapusztai rendőr van. Hát mondom, csendőr. Nem, hát most az már valószínűleg nem dolgozik. Ez régen volt, ez még csendőr volt. Csendőr, nem mondom, mikor volt, ez ilyen 2000-ben körülbelül. Hát az már biztos nem dolgozik az a rendőr. Biztos, tudod, hogy nem. Egyrészt a lelki megrázkódtatás, megöltél egy állatot. 2 voltak kicsinyei, 3 rommá hülyére törte a kocsit, a trélert kell hívni, ami onnan 100.000 forintért viszi haza. Ránézése 4 vagy 500.000 forintot kell majd befizetnie a vadász társaságnak. Aha, mondta a csend biztos nagyon régen. Mondta nagyon régen a rend. Miért kell nekem ilyenkor fizetni a vadász társaságnak? Hát igen, hát az állatát. Mert egy gyilkos vagy, egy szemét elkövető. Én egyébként bármikor lelőheti, annyit lő belőle, amennyit akar, én meg a véletlen lelőtöm, fizessem ki a 400.000 forintot. Nem annyit lő, amennyit akar, hát ez meg jó. Van határozva. Meg van határozva, igen. De ő kedvére, amikor vadászszezon van, akkor kedvére hülyére lőheti az állatokat. Meg véletlenül elütöm. De most tényleg, hát igen. Az állatot kérdezem meg valaki. Várjál már, még takarásba lesznek, drága skuló, egyszer árbot is leszekedünk. Figyelj, egyszer én az őzeket is megkérdezném a vadászatról, nem biztos, hogy azonos véleményen vannak. De hogy érted, te meg fizessél 4-500.000 forintot. Tehát ki az, aki ilyenkor szól az erdésznek? Ne hívjatok erdészt. Semmit. Lehet, hogy jobban jártál egyébként tényleg, hogy nem jött ki. Képzeld, hogy kijön is. Erzsike! Kidóta nem eltem! Emlékszem, az én Istenem megölt a rohadt gyilkos. 600.000! Igen, és nem lehetett volna kitalálni valamit, hogy ez tulajdonképpen rénszarvas tesz, de nem sikerült. Az a baj, hogy a Mitsubishi Coltonnak a logója így benne volt szegény állatboldalról. Tehát nem tudta. Szegény, szörnyű, tehát tényleg szörnyű érzés. Tehát, hogy lelkileg is szörnyű, hogy egyszer csak ott van. A következőképpen történt az elütés, vezettem, jöttünk haza, a szlovák diszkóba esett volt, jöttünk haza, városi gyerektől, oda néz, őz! Néztem jobbra-hátra. És a többiek meg csak üvöltöttek, hogy vigyázz, és a következő pillanatban váf, kész, és el is ütöttem. Szörnyű volt. Kiszállsz, látod a kocsidat, elfolyik az olaj, a víz, minden, és ott fekszik az állat. Azt kellett volna mondani, hogy ezt már előzőleg nem is tudom, miért hívtunk rendőrt. Nem, mi voltunk a hülyék. Hát mert szeretettek volna, hogy még nagyobb legyen a hype körülötte. Ezt látnia kell mindenkinek, hogy hallod. Ki tudunk most felhívni 4-kor? Csak a rendőr. Nem, túlbecsületesek voltunk, ott szépen lehúzod, tényleg elmormoz 2 imát, és tovább hát mész. A barátaidat ismerve ez nem a vigyázőz volt, hanem, hogy adja ezt, míg elkapjuk! Dehogy is, de persze. Nem. Annyit kell, hogy vigyázz, és abban a pillanatban kész. Előre néztem, és meg is történt a baleset, és vége volt.
Mondom, és 400-500 ezeret akart fizetni. Fizetni. Ennek a tizedét megkapta zsebbe. Olyan drága volt, hogy nem kapott semmit. Aha. És a Mitsubishi emblémára mit mondott? A vadgazdaság jele. Na most, ha például én elütök egy őszt. Igen. És látom, hogy ki van téve a tábla. Ugye? Aha. És ha én eltüntetem a táblát, akkor mi van? Hát... Ugyanis, ha ki van téve a tábla, akkor nekem ugye meg kell fizetnem az állat árát. Aha. Hm. Tehát visszamész, lefűrészeled a táblát, hiszen van nálad fűrész. Igen. És én, igen. Mert tudom, mi volt, az ember is lemérte. Ja, tényleg, tudom, kijött a rendőr, és fogott egy ilyen méteres valamit, és megnézte, hogy hol van a tábla, ahhoz képest hol történt a baleset, és ez volt etetési terület. Így van, ezért volt kirakos, ezért mondta, hogy fizessen. Arra kellett volna vinnetek egy jó másfél kilométerre. Nem, gondoltuk, hogy kivesszük a táblát, előre visszük a baleset elé, és ott rakjuk le. Nem, félreért, ez a tábla az egy picit bonyolultabb, az őzet kellett. Ki hogy fogja meg ezt a problémát? De a tábla is tetszik, hogy kiássátok a hatalmas betonkolonccal az. És mi volt ez a méteres valami, ez mi volt? Mert ez picit tág. Méter rúd. Ja, lejött egy colstokkal is lemérte. Nem jött, de valamit lemért, igen, hogy hány méterre történt, ugye fölvette, vagy hány méterre történt, és ő magyarázta el nekem, hogy amennyiben tábla van, a tábla időtartam alatt, amíg nincs a feloldó tábla, addig te fizeted a vatkárt. Tehát ő ne... áthúzva. Az a feloldó tábla itt? Vagy de halott őt. Vagy integető, két lábra álló integető. Viszlát a területemről. Sziasztok, kis barátaim, vigyázzatok magukra. Tényleg, mivel oldják föl? Tehát az, hogy szarvas 8 kilométeren keresztül 2 darab nyíl a szarvas két oldalán. Mivel oldja föl? Mi a feloldó tábla? Integető? Ez mert feloldó táblát még soha nem láttam. 200 méterenként egy olyan ábra, amin egyre kisebb őz látható. Nem, a mosolygós és a végén eltűnik az őz a távolban. De egy úgy üres van, tábla. Hogy szomorú őz van az elején, hogy még 8 kilométer, 4 kilométernél egyenes szájú, és az utolsó 1 kilométernél mosolygós. Ahogy pukkant egy pezsgő. Köszi, megúsztuk. Igen. Ha az nincs. Mert ugye mi történik? Látod a táblát, szarvas 4 kilométeren keresztül 500 méterig mész, nagyon izgulsz, nézed a szarvas, majd elfelejted a táblát, és az első 1 kilométer után már kiengedsz. Na és akkor? Mondjuk én már nem a táblát látom, hanem a holnapi címlapot, Sebestyén Balázs rendőrt vesztegetett. Bizony. Maras a pusztán. Már megvannak. Visszanézik az iratokat, rendszámot, mindent megnéznek. Szóval, hogy van ez? Mert feloldó tábla tényleg nincs egyébként. És ha nincs tábla, és úgy ugrik ki, akkor nem kell fizetni. Akkor nem kell fizetni. Igen, de akkor neked nem fizetnek attól, tehát az autódat neked kell megcsináltatni. Hát kaszkónál fizetnek, hát, ha nincs kaszkód, akkor persze, nincs kaszkód, akkor igen. Még szerencsé, hogy nem tudjuk, mikor történt ez a dolog, mert már azt is látom magam előtt, hogy a már nyugdíjban lévő egykori kollégát megkeresik, éppen a tyúkokat etetik kint az udvaron. Kovács Tizedest kerestük meg Parasapusztán. Igen. Igen, itt van benne. A parasapusztai rendőr jól emlékszik a részletekre. Igen. Telefonáljon már egy vadász. Ezek után. hogy leagresszeszted őket. Hát nem, csak én elmondtam neki, hogy hajnali 4-kor nem találunk most itt vadászt. Tehát ne gondoljuk azt, hogy itt most valaki kijön. Hát vagy vadászatból jön, akkor már picit azért drinkált, hát azért a vadászok tudnak, vagy nagyon alszik, az 2 óra, hát, mint nagyon ideg volt akkor. Ha viszont úgy ugrik elét, hogy nem nekem kell fizetni, akkor én akkor nekem fizet valaki? Neked senki. Nekem soha senki, tehát senki. Én nem tudok abból jól kijönni. Tehát a táblával, ha nincs tábla, azt úszod meg, hogy neked kelljen fizetni. Aha. Ha van tábla, akkor neked fizetned kell. Ugyanaz és van... még el se viheted az őzet egyébként. Nem. De miért van az, hogyha valaki lelő egy ilyen nagy, mit tudom én, egy ilyen nagyon nagy szarvasbikát, tudod, aminek nagy, szép az agancsa, nagyon nagy, egy ilyen hím szarvast. Azért ugye nagyon sok pénzt fizetnek. Aha. Rém szarvast. Tessék? A rém szarvast. A bakonyi rém szarvast. Ha meg elém ugrik, akkor az nem trófea. Érted? Hát de trófea, csak nem neked. Csak akkor meg neki, igen. Akkor meg én fizetek. Meg a kilövés nincs belőle. Én egyszer ütöttem állatot. Hol? Szarvast. Megjegyzést tett a békára. Igen. A vadasparkba rávertem egyet a kerítésen keresztül. Nem, mit a Kecskemét előtt még a régi 4-es, most már ugye elkerül levárast az M5-ös, vagy régi 5-ös út, bocsánat, az 5-ös mentem befelé, és a legszemetebb dolog volt, kiugrott az állat, el is pusztult szegény. Ott állok az összes. De várj, milyen állat a szemot, hogy szarvas. Ja, szarvas. Szarvas. Egy mennyit. Nem, egy szarvas. Rabolta, mennyit. Szarvas vagy őz? Szarvas. Szarvas. Szarvas összetört az autó, ott állok a romok fölött, érted, mondom, ezt nem hiszem, mi az Isten csináljak. Megáll egy fehér, ilyen kis teherautó,
Na mondom, végre valaki megel, mert ez már éjszaka volt, segíteni. A csávó befékez, visszatolat, mert én ugye túlmentem a szarvason, kinyitja a platót, földobja a szarvast, és tovább hajt. Nem hittem el. Te ezt érted? Nem hittem el. Ott állok egy perccel a baleset után, nézem a kocsit. Hát jó erőben volt, hogy én 200 kilós szarvast így felkapott. Ne, hát nem volt az, nincs annyi. Egy, az kicsi egy volt? Nagy szar, ez egy kis szarvas. Ja, 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 ja nem, a fekete Laci volt. Á, reggel omletban. Jó lesz a nén, már felásította a platóra. Kiszállt a csávó, illetve hát nem is kellett egy egész szarvas, csak egy fél szarvas szegénynek földobnia, mert ugye a másik fele az lemaradt az ütközés következtében, és így tovább hajtott, és így jártam, mondom, Halló! Egyrészt az én szarvasom, én lőttem. Másrészt meg, hogy nem kérdezed meg, hogy tudok-e valamit segíteni. Nem? Az olyan hát igen. Már pedig értesz, hozzá mondtad volna, hogy szűri eleme a csontszilánkok azok. Igen, azok rosszat tesznek a jelőcsőnek. Azt mondja, szarvas ügybe hívjátok fel a Trokán Petit. Így a Sugyi. De egyébként igen. Tényleg. Hát gyerekek, szomszédokban ő volt a vadász. Ugye? Ő volt az erdőmester, vagy mi volt? Az erdőőre. Az erdőkapitány. Az erdőőre volt, igen. Azt írja valaki, hogy az erdészet mindenképpen fizet, viszont beperelnek, ha például őzet üccel, az állat értékéig. A tábla nem számít. De mi az, hogy fizet, aztán perel? Tehát ki fizeti a te autódat, vagy mi? Nem, azt szerintem biztos, hogy nem. Hát akkor mit fizet? Na mindjárt megkérdezzük. Itt van egy hallgatónk. Hello, Szilveszter! Sziasztok, jó reggel! Hello, te vadász vagy? Igen, több mint 20 éve vadászom. Több mint 20 éve vadászol. Aha. De most is kim vagy? Most kim vagyok a közúton, és vezetek éppen a munkahelyemre. Na, hogy van ez? Vagy hogy történik ez? Vagy mi a szabály? Először is a végén kezdeném az ivással kapcsolatosan, igen, előfordul. Jó, hát azért a vadászokat nem kell félteni. Köszönöm szépen, hogy beismered, igen. Nem kell félteni, nem, de azt azért tudni kell, hogy ez nagyon-nagyon veszélyes szakma. És véletlenül se. Tehát nem csak azért, mert elveszik a fegyvertartás engedélyt, hanem nem mindegy, hogy a vaddisznót lövöd le, vagy éppen a gombaszedő asszony. És azt is tudni kell, hogy amíg a fegyver nálad van, addig sem ihatsz. Tehát hiába utasként néz hazafele egy vadászatról, és nálad van a puskád, a rendőr akkor is elveszi tőled. Persze. Hát ezt mondja a jogszabály, az életszerűség aztán egészen máshogy történik. Legalább bárhány vadászaton voltam, ott senki nem volt józan. Egyet előtte, hogy a szarvas jól aludjon. Ne kettőt, hallgass rá, kettőt a medvére, hármat utána, hogy nem találtunk, négy búfelejtő, öt lefekvős. Így van. Hát és mindegyik után maradtak árván. Három vadász minimum hátba lőttek. Ennyire nem egyszerű azért, de mondom, volt már a precedens, hogy ilyen történt, de csak vadászat után. Na, a táblával kapcsolatosan annyi, hogy igen, lehet vadetető is, de általában, ahol a vadak átváltanak az úton, hogy a vadváltó azt jelölik, ezért ahol az autópályán és az átjáró van, régebben ott közlekedtek, mert ugye ők már 5000 éve ott laknak, mi meg csak most jöttünk ide. Mi az a vadváltó? Az egész szarost felváltják apróra? Nem, hanem ő ott közlekedik, ugye bejáratott útvonala van, tehát te is, mikor otthonról elmész a munkahelyedre, ő ugyanezt csinálja, csak éjszaka vagy nappal. Tehát általában ugyanazon az útvonalon közlekedik. És vannak ilyen kifejezetten értékes vadak, amikre vonatkoznak ezek a szabályok, és mit tudom én, az apró vadakra meg nem annyira? Tehát, hogyha mit tudom én, Balázs 30-40 pacsirtát lezúz szélvédővel Paratrapuszta mellett, az nem számít? És négy pézsmapockot. Igen. Az nem számít, csak a szarvas, meg az őz? Hát ezzel a pacsirtával megfogtatok, ezt nem tudom, de de a vadásztársaság semmiképpen nem fizet. Tehát ha én nekem valami elütök, vagy én fizetek, vagy nem fizet senki, ugye? Igen, hogyha a táblánál ütöd el, akkor egy kárt okoztál a vadásztársaságnak, miután ő jelezte neked, hogy ott vadveszély van, és bárhonnan felbukkanhat, te kárt okozol neki, és ezért és ki kell fizetni, oké, de mit kéne csináljak, amikor ilyen vadveszélytábla van? Tízzel mennem? Mert azt nekem nem mondjátok komolyan, ti vadászok, hogy azzal, hogy kiteszitek a táblát, azzal nekem arra föl kell készüljek, hogy mondjuk 50-nel megyek, és elém ugrik egy őz este, pedig 50-nel mentem, szerintem nincs az az ember, aki ki tudja kerülni. Pedig nagyjából ez a helyzet, tehát ugyanúgy, hogy az iskola előtt is kiteszik a táblát, hogy ott váratlan gyerek ugrik eléd, így a őszarvas, vadisznó ugyanúgy eléd. Tehát egy a lényeg, ha megtörténik a baj, ne szóljunk nektek.
Hát most ezt nem, akkor nem vadászi minőségben mondom, igen, hogy inkább. Hát, igen. Hát ez, ugye, hogy nem érdemes szólni, most mit csinál? Semmit. Vagy megbüntetnek, vagy 3 órát elvesznek az életedből, de te jobban nem jársz a szaros, nem ad betétlapot. Vagy legalábbis ritkán, nem? Hát ritkán. Illetve igen. Polgári peres eljárásban nehezen tudod beidézni a családját, hogy a kárt megtérítsék. Figyelj, és még ez egyébként egy teljesen jogos kérdés, és van még egy, hogy ez nem lehet, hogy ez egy burkolt bevételi forrás a vadásztársaságoknak, és ezek betanított szarvasok? Kamikazi? Nem idomítjuk őket. Kettes indul! Nem ott van a csalás, hogy nem idomítják őket, hanem összejátszik a vadásztársaság a közútkezelővel. És a 6000 kilométeres magyarországi úthálózat elejére mindenhova kitesznek egy táblát, hogy vigyázat, van szarvasveszély. Érted? Nem, ha most azt a vadásztársaságnak kell jelezni, hogy hol van ilyen veszély. Ugyanis, amíg nincs ilyen tábla kirakva, addig te jogosan léphetsz a kártérítési igénnyel. De hogyha a tábla ott van, akkor a idézőjelben a vadásztársaság le van fedve, azon túlmenően tényleg nagyon nagy kárt tudtok neki okozni, egy kapitális állat elütésével, de ahol tábla van, onnantól kezdve ő védett, és ő biztos, hogy nem fog tűzni. Hát ez az minden betábláz, és így innentől kezdve levédi magát. De durva. Érted? És ha egyébként idény van, és mondjuk a Balázsnak van vadászengedélye, mondjuk Mitsubishire, és hát ő ezzel vadászik. A Mitsubishi Colt, hát milyen hát jó fegyver, hallod? A Colt a legnagyobb fegyver. A Mitsubishivel vadászom? Figyelj, ha neked van vadászengedélyed, és akkor éppen szezonja van annak az állatnak, amit elütöttél, az csak fegyverre lehet elejteni? Tényleg, ez jó kérdés. Hát ez tényleg jó kérdés, én azzal szoktam. Hát igen, mert jó, de te egy ilyen hagyományőrző, ilyen old chatterhand, érted? Így van. Hát azt fegyverre mindenki el tudja. Nyilván annak a 9 millis lőszernek nagyobb a sebessége, mint a Balázsé, de mondjuk az chip tuningos Mitsubishi volt. Az hatalmas 1.6-os GTI, nagyon durva autó volt. Na jól van, köszi, hogy elmondtad ezeket. Mire lőttök most, vagy mire vadásztok? Hát most az őszbak szezon indul. Na ugye, meg aztán azt meg lehet. Mi nektek őszbak szezon, persze, mi meg menjünk 30-al. Persze, meg ebben a ködös időben ki tudja, hogy mi lesz a vége. Mari néni, Józsi bácsi, igen. Szilveszter, köszi, vigyázz magadra. További szép napot, szia. Ciao, hello. Egy hubika. Hang jobbról. Figyelj, amikor vadász lő le vadászt, az számomra döbbenet. Ezt mindig elmegyek egy vadászatra, és megértem, hogy annyira nem. Józsi, te vagy? Pörkölj oda, bérre lesz. Enyém a bika? De hát a tiéd az enyémbe. Én láttam meg, én 20 éve vadászok már itt. Mondjuk, amikor utájára vadászható volt, mindkét vadász aludt. Az öreg úgy horkolt, hallod? Csoda, hogy nem jött arra semmi. 30 kilométeres körzetben a vadak felrögtek és elkerültek minket. De a saját horkolására ébredt föl, úgy megijedt. Na, és gondold el. Óriási vadász volt. A fia meg ott aludt a jobbomon. És így, tudod, milyen rohadt magányos voltam? Így rádülöm a pesti gyerek. Azt hittem, egy kicsit izgalmasabb ez a vadászat. Na, megpróbáltam meglógni a lesről? Nem, néha megharaptam a csávó. Kerülgetted az üres üvegeket. Nem, hogy összegorcadjon. Nem, amikor mindig le akartam mászni a leső, hogy ne jön nekem, ez elég volt, az meg följött, és nem maradj, mindjárt jönnek. És ez vissza. Egy órát ültem a lesen, azt hittem agyvérzést. Olyan nem volt, hogy megriadtak és felkapták a puskáikat. Györgyöt a vodka, csúlyosan a ma! Nem, olyan volt, hogy a fiatalabb felébredt az idősebb horkolás. Mi volt az? Semmi a fater. Ugye vagy semmi a fater ott horkol, aludj vissza nyugodtan. Vigyázok rátok, ne aggódjatok. Úristen, beuntam. 8:06 Ove bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni. Mondjuk majd még a főnökös játékot, hogy mi történik szerdán. Hívjuk azt a leányzót, aki meet and greet-en volt, ugye Robbie Williams-el. Úgyhogy sok a dolgunk, jövünk a hírek után. Lász meg magad, baby. Az. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jött egy-két hozzászólás még a szarvasos témához, amiről itt beszélgettünk, minden autóst érint. Érdekes a téma egyébként, hogy hogy oldja föl, mi oldja föl. Valaki azt írja, hogy ugye mondta a vadász, hogy az iskolák előtt is van jelzőtábla, hogy lassabban kell menni. Zombinak tökéletesen igaza van, azt írja, hogy basszus, az iskola nem 8 km hosszú. Tehát, hogy igen. Egyébként igen. Elütnék egy szarvast, írja nekünk egy hallgató. A tábla után... Merre van ez a paraksa puszta? Összeszedi a maradványokat, és egy táblamentes résztre elviszi, majd benyújtja a kártérítési igényét, úgy nyerhet, bizonyítsák be, a tudják. Jó a felvetés. Nem rossz. Kinek van erre energiája, de nem rossz. A tábláson elütöd, arrébb viszed. Igen, a kocsiban nem teszed, bevárj, a kocsiban nem teszed be az elütött szarvas, mert azt ugye lebuksz akkor. Igen, fogod, arrébb húzod. De jó, de 8 kilométeren keresztül. Az, hogy mondjuk kemény, igen. Az egy picit nehezebb. Autópályán vadveszélytábla, ez a kedvencem, írja nekünk Gumizsiráf. Nem mehetsz a pályán 60 km alatt, de nem menj lassan.
Ugye? Aha, de menj lassan, bocsánat. Tehát, hogy igen. Nem mehet 60 alatt, de menj lassan, mert ott van a vadveszélytábla. M2-es főúton vadveszélytábla 14 kilométeren keresztül, végig 90-es tábla mellette. Aha. Ott nagyon nagy a vadbőség. Ott nagyon, igen. Én elütöttem egy vadászt. Lefizetett, hogy ne hívjak rendőrt, összetört a biciklije. Egy ismerősöm szarvassal ütközött, autó totálkáros lett, és beperelte a vadásztársaságot, mert volt kint tábla, hogy szarvas 5 km, de az ütközés 5200 méteren történt. Meg is nyerte. Nagyon jó. Na, tudod? Aha, meg is nyerte. Bali nincs feloldója. Az első jobbra betorkoló út oldja fel a szarvas 8 kilométeren táblát, aztán újra kiteszik a táblát, ha továbbra is fennáll a vadveszély. Szép napot, Enikő. Tehát, hogy nem oldja föl semmi. Ez a jobbos, ez nem igaz. Miért? Mert nem, tehát ki van téve, hogy 5 kilométer igen? A vadveszély, és 1 kilométernél van egy jobbra bekötő út, az nem oldja fel. Mert ki van téve, hogy 5 kilométerig aha. Van. Uh-huh. Tehát akkor maga a kilométer oldja fel. Így van. Uh-huh. Tehát le kell mérned. De ha mégis a Teverdáddal meg tudod csinálni azt, hogy itt a bér egy 200 méterrel feljebb ott jobbra. Kicsit behajtasz oda, de ízébe a csalitosba letaposod egy kicsit, ugart, aztán annyi. Azt mondod, hogy útnak nézted. Igen. Na mindegy, jól van, köszönjük az SMS-eket. Érdekes igen. Dolog. Ez hogy indultunk el ezen az úton, ezen a szarvasos úton? Nem tudom, de hát szerettem. Te kocsival. De... Igen, kiparas a puszta felé kocsival, nem, hogy hogy lett ez, ez téma. De természetesen rengeteg túlzás volt abban, amit mondtunk, meg ahogy lefettek a dolgokat. Nem, csak nem akarom, mert most vigyázzak. De miért nem mondták semmi? Azt, hogy isznak a vadászok? Hát isznak. Hát legyünk már bevállalósak. Hát ezt merjük kimondani. Gyerekek, a vadász legtöbb vadász piál. Hát ez vagy azok, akikkel te voltál. És mi van? Mi vagy te egy vadász? Vagy mi van? Hát a vadászok piálnak, de ezt ők is tudják magukról. Az én vadász haverém is piálnak. Piálnak, ezt tudom, mert én is ott vagyok. Figyelj, ezen egy vadász nem sértődik meg, 10-ből 8 vadász piál. Hát ez hozzáta, iszol egyet az állatra, előtte, utána. Nem folyamatosan nem részeg a vadász. Semmi túlvát nem mondtunk. Mondja, csak a hajtás előtt bever egy hubit. Én még soha nem kaptam fejgető üzeneteket. Igazából csak magam miattad mondom. Semmi durvát nem, semmi durvát nem mondtunk. De ha megcsillan valami majd itt a bokrok között, akkor azért lehet, hogy távcső. Ennyire nem. Semmi durvát. Szerintem semmi durvát nem mondtunk. A vadászok piálnak. Hát ez hozzátartozik a vadászathoz. Na, mi történik szerdán? Repülőnap. Fel kell a nap, így van, repülőnapot tartunk a Budaörsi reptéren, és várunk mindenkit szeretettel, ez egy Klassz FM-es Morning Show-s családi repülőnap lesz a Budaörsi reptéren, tök ingyenes a dolog, mi 6 órától ott vagyunk, várunk mindenkit, aki ott van, repülhet B25-össel, repülhet 5 hallgatónk. Aztán kerékcsere szimulátor, a másnapi repülőnapon fellépő repülőgépekből lesz egy kiállítás, ezek a repülőgépek fel is szállnak, ott lesz majd Mihelis Norbi, valakit, egy műrepülő világbajnok, még nem tudjuk pontosan, hogy ki, de szervezzük, nagyon szervezzük, megreptet majd valakinek a főnökét, az összes első repülőgép azon a napon újra levegőbe emelkedik, egy helikopterrel elmegyünk egy főnökért, akit egy műrepülő világbajnok mögé ültetünk. Gyerekek, szinte lefagyott az e-mail rendszerünk. Tehát, hogy a feljelentés. Döbbenet, hogy mennyi SMS jött. Döbbenet, hogy mennyi e-mail jött. Az SMS-eket át kell konvertálni ugye e-mailekbe, de mindenki a saját főnökét akarja megreptetni. Mert hogy szerintem ebben azért titokban az is benne van, valljuk meg, hogy maga a feljelentő, vagy a főnököt beprotezsáló is valószínűleg jönni fog velünk. Igen, jön, hozzuk tehát őt is. Tehát el fogjuk hozni ugye helikopterrel, azért az se egy rossz dolog. Lehet jó főnököt, lehetett rossz főnököt is, nem tudom, melyik a több. A jó főnök a több. Azt hittem azt, hogy ne hozzátok vissza. Nem, képzeld, az, aki szereti a főnökét, az a több. Hát, illetve ezt írják, illetve pontosan a munkahelyről egy napra. Igen, ezt írják tényleg, de hogy nem az van, hogy utálom is reptessétek meg, hanem nagyon jó főnök, kedves főnök, jó arc, őt vigyétek, azért egy kicsit adjatok neki, de szeretjük, ja. És ő is szeret minket. Tehát több a pozitív, mint a negatív. Ma még lehet írni, aztán ugye választanunk kell majd, mert választanunk kell, de még van egy-két nap benevezni a főnököt. Úgyhogy még lehet írni. Hát szerdáig egészen nyugodtan. Utána már ne nagyon. Jó, úgyhogy ez a Budaörsi reptéren lesz, 6 órától nyitva vannak a kapuk, lehet jönni, állítólag jó idő lesz, gyereket lehet hozni, ha nincs oviba, vagy elhozzátok, 10-ig ott van, jön, megy a repülők között, utána beviszitek az oviba, nagy élmény lesz, és közben, amíg nálunk hírek van, vagy zene van, addig pedig zajlik a repülős nap, tehát addig is a levegőbe emelkednek repülők. De helikopter B25 Alpha Jet, Jani, Alpha Jet te repül 9 óra után. Hát abban sokat nem fogunk látni, de Jani hangja annál élvezetesebb lesz. Viszont majd a hangodat beadjuk adásba.
Ha lesz hangod, vagy bármi, ami kijön belőle. Nem tudom, hogy milyen sebességgel fogunk menni egyébként, de azt így az emlékeimből tudom, meg úgy olvasgattam, hogy annak idején azért vadászpilóta nem lehetett akárki. Például azok miatt az erők miatt, amik a testedre irányulnak, vagy amik a testedet érik a repülés közben. Aha. Tehát, hogy egy hosszabb fajta felkészítő folyamatnak az eredménye volt az, hogy végre valaki beülhetett egy lökhajtásos gépbe, és aztán repülhetett. Na, ez mind majd rád nem vár. Te csak így beülsz. Jó, hát, hogy kapsz egy ilyen ruhától, ezt a G-ruhát fölpumpáljuk, az elszorítja a vérkeringést. Igen. Figyelj, teszteli nem teszteltük, nem tudjuk milyen állapot vagy, de mivel tavaly te nem repültél, ugye? Csak egy ilyen kis sárkányrepülőzés volt. Jövőre meg már nem fogsz. Egyértelmű, hogy ezt most neked kell abszolválnod. Tehát ezt neked kell megcsinálni. De őrülsz. Úgyhogy 9 óra után Jani repül majd Alpha Jettel, mindenki jöjjön ki, egy jó hangulatú kis jambori lesz. És egy csomó mindent lehet még nyerni majd a helyszínen. Valakiért ugye elmegy Mihelis Norbi, és odahozza az üvegstúdióhoz. De Mihelis élménykört lehet nyerni ott a helyszínen a másnapi nagyfutamra, amikor is ott a rakparton a Norbi majd megy a kis VTCC-s autójával, azt szerdán sorsoljuk, tehát ha valaki szeretne nyerni, jöjjön ki. Aztán Talmácsi élménykör szintén, Talma mögé föl tudtak ülni. Mocival? Nem akármi. Lesz. És 2 darab VIP jegyet is a helyszínen sorsolunk majd a nagyfutamra, illetve aki kijön, azok közül választunk egy embert, aki repülhet a besenyeivel másnap, vagy valamikor majd egy később egyeztetett időpontban. Hmm. Azt te szeretted nagyon. Az nagyon élmény volt, igen. Tehát van, aki ott repül, viszont egy csomó mindenki nyer majd plusz ajándékot, ugye a másnapi nagyfutamra, vagy egy későbbi időpontra. Már csak azért érdemes kijönni, hát ha valaki tényleg nyer egy repülést a besenyeivel, nem? Hát ez sok 100 000 forint. Fú, ez nagyon kemény. Vagy én hirtelen valamiért megbetegedek, értitek, ugye? Nem fogsz te megbetegedni, fölteszek én taposan is arra a gépre. Figyelj, ha nem lesz hangod, járni se tudsz, akkor leszállunk, érted, Lőrincen az Alpha Jettel, ott a játszótér és a Meki között kitolunk, berakunk. Úgyhogy tényleg tele vagyunk ajándékokkal, és várunk mindenkit szeretettel. Nagy élmény lesz. Jól tudom, hogy az Alpha Jetekben a hátsó ülésben nincsen katapult. Hát igen. Persze, ugyanúgy, aki utas, az ennyi. Igen, tényleg, hol ülsz majd, elő vagy hátul? Szerintem hátul. Hátul? Ha elülök, akkor gond van. Miért? Mert ő a pilóta, én vagyok a kapitány. Hátul ül mindig a rádiós. Ugye, elülül a pilóta, hát a rádiós lövész. Meg a Top Gunban így volt. Elülült a Tom Cruise, hátulült Goose. És akkor te leszel Goose. Tényleg. A mától a neved Gúz, jó? Ha már látom egyébként, jó, hogy az egyébként is valószínűleg nyelvi nehézségek lesznek majd közte meg a pilóta között, német, de majd mondom neki, hogy you Tom? I am Goose. Nem Tom. Understand? Nem Tom. Nem Tom. Maverick. Ő Maverick volt. Hát a Tom Cruise volt, de Maverick. Ha Goose vagy, akkor ugye te Maverick vagy. Vagy ő a Maverick, mert ő Maverick volt. Hát nem Tom, tehát de you, most már tudom. Tehát you, nagyon jó angolossága, you Maverick. You Maverick. I Goose. Ja persze. De akkor tényleg így van. Tényleg, jó. Tehát you. Semmi my name, vagy valami mi. Nem, I Goose. I Goose. You Maverick. I Goose. Ezt majd mondd el neki, hogy érti-e, jó? Hello, Captain. You Maverick. I Goose. I am Goose. Nem I am. Az hát már az nagyon túl sofisztikált. Nem I am. Nem I am. Nem I am. I Goose. Goose, you Maverick, I Goose. Captain. Captain, you Maverick, I Goose. Ez a szerda hívójele. Jó? Goose, te leszel Goose. Na, szóval szerdán várunk mindenkit szeretettel. Jó, gyertek? Most pedig Óven bácsival játszunk már is. Óven bácsi és Beruné. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Hello! Várjál, meg tudnám nyitni a Skype-omat, nem tudom. Nem mondd meg! Igen? Nem. Mondd, mert nem. Hogy hívnak? Dani vagyok, sziasztok! Dani, hello Dani, honnan hívsz minket, Dani? Zalaegerszegről. Na, Zalaegerszegről. Jól van. Mit csinálsz, dolgozol? Aha, úton vagyok. Mit csinálsz? Autókat visszahajtok. Na, jó van. Na, oké, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéni, figyelj! Jó. Porszívozzák az Alpha Jetet? Uh-huh. Igen. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Oké. Ó, hát ez... Az a Robbie Williams. Bizony, a régi, nem a swinges.
Ez még a jó Robi. A jó Robi korszak. Aztán beült egy időgépben. Igen. És rájött, hogy ő Frank Sinatra. Jól van, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk, nem is vettük ki belőle semmit. Te jó vagy. Köszönöm szépen. Nagyon jó vagy, tényleg. Köszönöm. Elküldjük, jó? Jó, jó. Köszönöm. Köszi, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Na jó, egy gyors játék volt. Vi Flying Nov. Ilyet is mondjál neki. Vi Flying Nov? Oh, igen. Az mit jelent? Mondjál, mondjál ilyenek. Repüljünk a NAV-ba. Ja, de most. Most repüljünk a NAV-ba, de most rögtön. 3 perc, a pontosan 8 óra. Ugye egy hallgatónk ott volt és találkozott Robbie Williams-szel. Meet and greet-et kapott tőlünk. Úgyhogy felhívjuk, hogy meséljen arról, hogy mi volt Robbival. Robitól mit kapott. Robitól mit kapott, volt-e puszi, volt-e segrepacsi, kedves volt-e Robi, vagy letudta 5 perc alatt. Hogy viselkedett Robbie Williams a Meet and Greet-en. Jövünk a részletekkel a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello hallgatók, itt vagyunk. Szerdán találkozhatunk minél többetekkel. Ez azt is mondhatnánk, hogy a kitelepülés turné egyik felvezető állomása. Ugye pesti helyszínünk úgy sincs, az 5 vidéki helyszínen kívül. Úgyhogy ezzel szeretnénk úgymond nem letudni a pesti helyszínt, de megadni a pestieknek, vagy a budapestieknek, hogy találkozzanak velünk, mi pedig velük. Ugye? Hát ez egy ilyen jó áru kapcsolás. Egy extra mi, plusz. Ők ott, mi is ott, és akkor találkozhatunk. Hát meg nem? Most érted, Budaörsön kitelepülés. Igen, a budaörsi reptéren zajlik majd a kitelepülés, és szerdán 6 órától már ott vagyunk 10-ig. Kérdezi Niki, hogy ha szeretném, hogy a férjem a szerencsések között legyen, aki szerdán repülhet, akkor mit kell tenni? Azon kívül, hogy kimegyünk a családi napra. Hát tulajdonképpen nagyon semmit, bízni abban, hogy őt választjuk ki. Ugye a B25-ösre választunk majd 5 hallgatót, ami nagyon fontos, ott is a szerencsések között lehet. Nem biztos, hogy egy komplett család megy, lehet, hogy ott különböző családból egy ember. Valamint ugye sorsolunk még élménykört Mihelis mögé, Talmácsi mögé, vagy Mihelis mellé, Talmácsi mögé 2 darab VIP-jegyet, valamint Besenye is repülést egy későbbi időpontban. Vagy ha esetleg van olyan hallgatók, aki tud Alfa Jetet vezetni, akkor a pilótánkat, a német pilótát lecseréljük, ő viszel majd engem egy körre, és akkor plusz egy. Elvihet egy gúzt egy körre, mert gúz ott lesz a hátsülésen. Gúz a rádiósok rádiósa, ott ül majd a hátsülésen. És tök ingyenes az egész. Tehát nem kérünk pénzt. Hát kérünk, de ne hagyjatok. Persze, de hogy hát zsebbe kérünk, ha ti akartok menni a B25-tel. Vissza nem utasítunk semmit. Nem, vissza nem utasítunk semmit, megvetőek vagyunk, tehát hogy kisebb készpénzösszeg, ami szabad szemmel már látható. Hajlandóak vagyunk úgy sorsolni, hogy ez nektek jó legyen, de az nem kevés pénz. Viszont maga a rendezvény ingyenes. És lehet hozni gyereket is, csak azért érdemes, mert mert én is kihozom a Benit, mert egy csomó gép lesz kiállítva a földön. Uh-huh. Ennek egy része repül majd, felszáll egy csomó tökörről, felszáll egy csomó onnan a helyszínről, de a gyerekek bemászhatnak, megnézhetik, körbe szimatolhatják ezeket a gépeket, megnézhetik, ezeket ritkán lehet látni így a földön. Ott lesz rengeteg gép kiállítva. Na, bemászhatnak rá azért, nem igen, vennék a hajtóműbe. Hát majd egyet-kettőt kinyitatunk. Nem lesz nyitva? Hát nem tudom, azért ezek csak értéke. Most ott egy, bemegy egy, hát ha mondjuk én pagy ezt betenném, azért ott valami haza kerülne. Lehet, hogy azért egy valami a Benivel rendet tesznek. Egy-két dolog azért biztos át lenne kapcsolva. Pilis Csabára, hogy jutok el hozzátok szerdán tömegközlekedéssel? Köszi, Dávid. Dávid, hát felnőtt ember vagy, nem minden mi oldjunk meg, tényleg. Tehát most, tehát, hogy azt gondolom, bár nem tudom hány éves vagy, ha 8, akkor próbálunk segíteni, írd meg, ha elmúltál 18, akkor ezért ezt már meg kell tudni oldani. Tehát Pilis Csaba megnézett, Budaörs, ez annyira az eleje, hogy oda még azért jön tömegközlekedés, ki lehet jönni busszal, ki lehet jönni busszal, ki lehet jönni busszal is ki lehet jönni. Például. Úgyhogy, sőt, van jobb, repcsővel is ki lehet. Igen, kinek? Ugye? Hát ha valakinek van a repülője, Pilis Csabán felszáll és leszáll a budaörsi reptéren. Igen, talán mennek kevesen a legkevesebb vannak, az esélye, ugye? Hogy valaki egy magárepülővel lesz, nagyon bírnám, nagyon menő lenne. De most ezt így azért fejből nem tudjuk elmondani. Viszont apát helyett apát vagyunk, de nem tudunk mindent megoldani. De www.útvonalterv.hu. Én ezt tudom javasolni. Én mindig ezt szoktam csinálni. Van címe a budaörsi reptérnek? Igen, Budaörs. Igen, budaörsi reptér. Budaörsön mindenki tudja, merre van. Van egy út mögötte, az a budaörsi repülőtéri út. De van az a kőérberki, vagy milyen út ez? Van, ugye? Ilyen. Hát Egér út,
Kőérberki út. És ott már ott vagy ott a reptéren. Jobbszi. Így van. Bár a helyi lakosokkal szerintem jobb vigyázni olyan értelemben, hogy három embert kérdezel meg, hogy hogy kell arra menni, az háromféle válasz fog adni. A nem egyszerű a bejutás, múlt évben, amikor itt Szárnyon ültem, három különböző bejáraton próbáltam bejutni, kiderült, hogy ebből kettő nem is a reptér. A gépbe, hogy... de mindig kirugdosta. Valami nagyon... De, föl! Nagyon nem akartam oda eljutni, mondom, úristen, de jól lenne eltévedék, nem kéne kiülnöm a szányra, de ki kellett, nem úsztam meg, viszont nem egyszerű bejutás. Ákos, szedd már elő egy pillanatra, Léci, Laci, szólj már neki. Csak hogy... Nem takarított össze maga után itt az asztalon. Egyrészt néz a lekvár az asztalon. Kettő, igen. Milyen idő lesz szerdán, Ákos, tudsz már valamit? Tudom, hogy te nagy értesz ehhez is. Nagy gurú. Tudtam, hogy engem vesztek elő. Persze, hát rajta csattanjon. Hát én ma nem mondok semmit, ne rajtam kérjük a felőzsek. Na, Ákos! Ismét a meteorológusokra hivatkozva, illetve őket idézve tudom azt mondani, hogy változékony idő lesz. Ez a változékony, ez a magyarul fingom sincs. Ez az, nem? Igen, ugye? Ez a fogalmunk nincs. Igen, bikini, napszemüveg és esernyő. Igen. Tehát ezeket tudják javasolni. Téli kabát, rövid ujjú póló, igen, usánka. Nagyjából ez. Egyébként szerintem kisüt a nap, ahogy azt te is olvastad az előbb a kedves barátodon. Mármint a telefonodra gondolok. Ja, igen. Úgyhogy változékony idő napsütéssel, ebben szerintem minden benne van. Ez biztató. Nagyon szép. Aha. Hát majd főleg, mikor a Jani ott fönt lesz, és akkor lát felhőket, villám, zátor, nem fog látni, mert állítok a 3G után így összemegy a látás, és már csak egy ilyen pici pontba szűkül, illetve 4G-nél ájulás van. És tehát a Jani... fejed ekkorára, akkor már csak az életem fog leperegni a szemem elő. Igen, mondjuk majd a pillanatok, push harder, Jürgen, please. Úgy, szóval jó időt mondanak, na, az a lényeg. De hogyha nem lesz az, akkor engem nyírtó? Hát Ákos, te mondtad. Nem mi. Hallgatók. Jó, változó idő, de én is napsütést olvastam. Kedden este valami hírportált érdemes felkeresni, szerintem ez a legtisztább. Na, az, ahogy menekül, nézd meg, hogy fut a gyáma. Jó, Ákos, köszi. Oké. Na, hívjuk akkor a mi kis meet and greet-es lányunkat, aki ott volt Robbie Williams mellett, gyerekek, ugye pénteken a Morning Show-ban meet and greet, vagyis üdvözöld és találkozz, puszíld meg, öleld meg, Robbie Williams-et, jegyet lehetett nyerni, és... Hát lányok 10 000-re jelentkeztek, és ezek közül egy hallgatónk ugye meg is nyerte. Ő a barátnőjével ment? Barátnőjével ment, ugye? Uh-huh. Apát otthon hagyták, és mert mondta, hogy ő azért nem fogja meg a fenekét, mert van férje. Persze. És hagyjad már. És Rebeka volt a lány? Rebeka volt a lány, hívjuk is. Rebeka ment egy barátnőjével. Ha most Robi veszi fel a telefont, akkor nagyon jó bele. Rottalott. Jaj, gyerekek. De küldött nekünk Rebeka képet is. Bal oldalon fekete bőrzsikiben vagyok én. Középen Robbie Williams. De nagyon rendben. Az középen Robbie Williams. Robbie Williams. Igen. Most biztos mondjátok, ki hitte volna? Jobb oldalon barátnőm Kati. El se tudom mondani, mennyire hálás vagyok, hogy én lettem a szerencsés nyertes. Úgy tűnik a képen, hogy Robinak ez tetszik. Igen, bejön. Ugye? Hogy bejön a kép, magyar lány, egyrészt, másrészt meg, hogy nem az a szokásos ilyen unott arccal oda, jó, fotózzatok, lemegyek tovább, nem? Aha, igen. Lehet, hogy mégis volt farcsek. Hát nézd, Rebekának hátul van a keze, a barátnőjének elől mind a kettő, de Rebinek lehet, hogy lecsúszott. Igen. Itt van Rebeka? Itt van. Hello, Rebeka, jó reggel. Sziasztok! Hello! Uda kis visszafogott vagy, mit csinálsz? A szerelem ilyen? Ne. Dolgozom. Már ütünk egyet a mikrofonon, hogy elmenjen ez a hang. Mit dolgozol? Te mit csinálsz tényleg? Egy pénzintézetben dolgozok. Hey, bankos! Ajajajaj, és most ilyen kis visszafogott leszel, halkszabú és csöndes? Nem. Beszélni lehet, ezért nem bántanak, nem? Nem, remélem. Hát én is remélem, hát igen. Na mesélj, milyen volt? Fantasztikus. Nagyon jó volt tényleg. Közvetlen volt, kedves volt, az egész családja ott volt, mindenki ott volt, az egész táb, de roppantó kedves volt. Ott volt a gyerek és a kisgyerek? Igen. De aranyos, hogy őt is hozza a gyerek. A feleségével, igen. Fafatúrnél. Hogy kell elképzelni egy ilyet? Te odamész, van egy megbeszélt helyszín az arénán kívül, ahol érted, megy két biztonsági őr, megmotoznak, átnézik a ruhádat, így? Tudás volt, meg nem nézték át a ruhát, de le kellett tennünk a táskát, semmit nem vihettünk be, tehát azt mondták is, hogy se saját fényképezőgépet, se pedig ajándékot nem vihetünk, illetve még egy intermet adtak, hogy autogramot ne kérjünk, mert akkor azon nyomba ott hagy minket. Tényleg? Úgy, de nem kérhettek autogramot? Nem szereti állítólag. Írás tudatlan? Tényleg lehet, hogy nem szereti.
hogy autogramot kérnek tőle, úgyhogy így ezeket betartottuk, ezeket a szabályokat, úgyhogy így nagyon jó volt. Uh-huh. És mielőtt megjött Robi, azelőtt nyilván a találkoztató személytestőrök előtt, ők esetleg nem jelezték nektek, hogy csak a testükön keresztül? Nem, mindenki nagyon kedves volt, és előzékeny, kijött a menedzsere, értünk, és akkor ő kísért be minket. Aha. Nem is popsztár ez a csávó. De fura, hogy nem lehet autogramot kérni, a meet and greet lényege, hogy pont ott csinálsz azt, amit akarsz. Egyébként nem ad autogramot, de a meet and greet, aki vál... szerencsés, ugye a nagyon szerencsés több tízezerből egy, ott ő viszont fotó, autogram, aláírás, bármi, nem? Tehát pont a meet and greet lényeg ez, hogy ott hát legalább ott volna, így van, szeretük volna nagyon, de nem jött össze, minden esetre egy fotó erejéig azért találkoztattunk vele, tehát így ez szerintem maga tulajdonképpen volt. Semmi extra nem történt akkor, ugye? Hát szoktos tetszával nem szolgálhatok. Megfogta le a popóját. Volt valami tényleg kis duma, beszélgettetek valami röhögés. Igen, beszélgettünk, kérdezte, hogy sikerült nekünk oda bejutni. Elmondtuk, hogy így a leghallgatottabb, legnagyobb magyar rádión keresztül. Igen, megkérdezte, hogy és ezen kívül még, úgyhogy mondtam, hogy mi volt a beugró kérdés, és ennyi. Igazából nem sok volt, egy ilyen 2 órával a koncert előtt találkozhatunk vele, és azért azt mondta, hogy ő megy is pihenni, mert hogy nagy feladat vár rá. Úgyhogy örülünk neki, hogy kipihente magát, mert annál nagyobb sót adott. Hát, figyeljetek, srácok, ez a Robi, ez megöregedett. A nagyferó még mindig mellekedte tovább. Érted? Igen, Erikál. Igen. Ott áll a feleséged mellett, karján a gyerekkel, te se tudsz azért ott nagyon, nem, igen. Hát, hogy van kontroll. Hát ott a nő, ott az asszony, tudod. Hát az asszony tudja, hogy ki a férje, tudja, hogy milyen a show business, hogy ők a lemezvásárlók. Érted? Igen. Tudod, kincs, meg kell, hogy fogja. Mennyi ideig tartott a dolog? Hát nem volt túl sok, mert egy ilyen 5-10. Aha, hát akkor egy tök hagyományos kis hello, jó van, igen, szávasz fotó, na mennyi. Aha. Jó, tehát minden esetre ez is nyilván nagy élmény volt. Hát nagy élmény, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy én lehettem a szerencsés. Nagyon szívesen. Barátnőd is jól érezte magát? Nagyon, hát ő teljes mértékben ő is, úgyhogy nagyon örülünk. Ő a képen ott jobbra, ugye? Igen. Mondjuk igen. Leírtad, hogy te vagy a fekete bőrkabát, középen Robi, igen. Tehát nagyon jó. Gondoltam. Hát, ha nem tudjuk, hogy ki Robi, de nagyon jót írtam. Igen. Hát gondoltam, tudjátok, kivel beszéltek, így már nem csak hang, hanem kép is van hozzá, úgyhogy... Uh-huh. Na jól van. Így talán egyszerűbb. Jól van, oké, köszi, hogy elmondtad, köszönjük, akkor örülünk, hogy jó volt. Ciao. Köszönöm szépen én is. Sziasztok! Hello. Szia! Semmi extra nem történt. Ez azért, hogy még neki se adsz autogramot, aki bekerül egy ilyen meet and greetre, ez nem szimpi. Nem? Igen, azt úgy ott találja. Azért van. Hát persze, mert hozd be a gépet, percet, fotózkod, most mi lesz belőle? Semmi. Mert hogy egyébként a koncert után Romi nem áll ki az akinek elé autogramot osztogatni, azt megértem. De hogy két lánynak, aki ezt megnyeri, érdekes. Igen. Furcsa. Még nekik se. Na majd az engős meet and greet. Az biztos. Új gyerekek. Tusolás előtt. Tusolj együtt zengővel. Hát ott aztán minden lesz. Bizonyám. De az engő ezt már tudja? Figyelj, az engő keresett engem hétvégén. Így van. De nem hívtad föl, ugye? Esküdj meg, hogy nem hívtad vissza. Nem hívtam vissza. Nem, de hogy hívtam vissza. Nem, senki nem hívok vissza, aki keres. Nem, valamiért keresett, csak nem tudtam visszahívni. Biztos, hogy ez. Keresett engem szombaton, de nem tudtam vele beszélni, mert elég zűrös hétvégén volt, úgyhogy emiatt hívott, vagy amiatt, hogy ne hozzuk össze senkivel, mert nincs ideje, de az engő jó arc. Hívjuk most, figyelj. Hívjuk fel, ha akarja, ha nem. Ha akarja, hanem meet and greet Zengő Zolival. Jó? Ennyi, persze, hát előre tudjuk, hogy ő egy zuhanyzó fetisista. Valószínűleg egyébként ezért is keresett, mert hallotta, hogy most egy nagyon jó álló zuhanyzós, masszírozós, zenélős kabint szeretettél be az alaksorba, és meg akarta kérni a márkát. Legyen ez egy zuhany... Zuhanyoz és keresd a szappant Zengő Zolival? Igen, zuhanyoz és keresd a szappant, igen. Ugye, mert hogy mi történik ma még? Ma, meg holnap, vagy ma és holnap, még mindig 2 darab, ugye Szólj Lacan, rosszul mondom, de ma is és holnap is még mindig 2 darab dupla páros VTCC extra VIP jegyet lehet nyerni. 9 után jön a kérdés megint. Sőt, holnap is. Aha, így van. Tehát mi egy ilyen DAF busszal szállítjuk majd ki a Morning Show-s hallgatókat a VTCC futamra. Ugye csütörtök péntek, és ma holnap dupla jegy. És ezek közül valaki menje már egy meet and greet-re Zengővel.
Ne, szerintem arra adjunk plusz egyet. Vagy arra adjunk plusz egyet, hát, jó? Hát most az Zengő csak bebír vinni valakit egy tucsolásra. Nézd meg Zengő kabinját belülről. A Norbival majdnem mindenki tud együtt autókázni, de a Zolival zuhanyozni. Igen. Ugye Zengő Zoli, ha valaki esetleg nem tudná, Norbi menedzsere, csapatfőnöke, a Zengő team mindenese. Így van, a Zengő team névadója. Igen, a Zengő team. Ezt is kitalált. A Zengő csapat névadója. Így van. Egy személyes szponzor, tulajdonos, nem szponzor több van, de hogy ő a mindenes. Hát ő a csapatfőnök. Így van, a Zengő ABC-hez viszont semmi köze nincs. És pénteken beszéltünk arról, hogy elmeséltem, hogy a Zoli mindig zuhanyzik futam előtt. Tavaly is, amikor kim voltunk, mondta, hogy jövök mindjárt kezelni, ölelgetni, puszi, minden csak elment zuhanyozni. Így van. Kitaláltuk, hogy Zengő, zuhanyoz együtt Zengővel. Amióta ők indulnak egyébként a VTCC-ben, azóta minden futamon ott van egy külön privát lajtos kocsi a Zolina. Mert annyi vizet kizuhanyzik. És vajon először fürdik a Norbi, utána a Zoli, vagy csak a Zoli fürdik? Ne, csak hát a Zoli a tisztaságmániás. Nem, hát, nem, az csak az övé, az a kabin, igen. Az a zuhany kabin. Na már hívjuk fel a Zengőt, hogy mit akart. Vagy nem, ez nem, ügybe, hogy mi mit akarunk, nem, hogy ő mit akar, mi mit akarunk. Igen, ha ez ügybe keresett, akkor jó, ha nem, akkor majd elmondja külön. Egy kis körbejárás, a szerencsés nyertesel és közös tusolás. Hát, hogyha éppen most nem zuhanyzik. Hello. Zoli Balázs, hey. Morning Show, hello! Morning Show! Oh, te vagy a hallgatója, hello Zoli! Jó reggel. Figyelj, kerestél szombaton a rádióban elhangzottak, vagy valami tök más? Ha más, akkor megbeszéljük adáson kívül. Ezt most így nagy nyilvánosság előtt kell elválasztanom? Ezt mondom, nem, hogyha... Azt mondtad, hogy tök más, és akkor... A tök más, akkor adáson kívül, tök más miatt kerestél, nem, jó? Nem voltam itthon, és azt hallottam, hogy folyamatosan szívtátok a véremet. De természetesen sok akkor tudtátok megcsinálni, nem vagyok itthon, és nem tudok ebbe beleszólni. Folyamatosan kaptam az SMS-et, hogy a Balázsék valami tisztálkodási szokásának megfelelően elkezdtek cikizni. Nem cikiztünk, de hogy cikiztünk. Arról volt szó, hogy én elmeséltem a tavalyi éves VTCC világbajnoksági magyar futamot, amikor mi találkoztunk ugye kint, és mondtad, hogy jössz mindjárt, csak elmész zuhanyozni, és arról beszélgettünk, hogy te mennyire jól ápol csapatvezető vagy, és van egy ilyen zuhanyzás mániát, hogy minden egyes futam előtt, vagy a magyar futam előtt lezuhanyzol, és szeretnénk egy hallgatót, egy meet and greet-re eljutatni, aki találkozhat veled, és a Norbival, de elsősorban veled, ott a depótban, vagy a VIP részlegben, amikor ti kim vagytok ugye majd a futamon hétvégén. És erről beszélgetünk, hogy tavaly láttalak, és mondtad, hogy jössz mindjárt, csak mész zuhanyozni. És hogy miért zuhanyzol, meg hogy milyen jó, hogy egy csapatfőnök ennyire tiszta, meg ennyire jól ápolt. Nézd, általában az emberek szoktak reggel zuhanyozni, tehát nyilván nekem azért ott viszonylag korán kezdődik a műszak, konkrétan 17:30, amikor mindent rendbe teszünk, és amikor megjönnek a prominens vendégeink és a támogatóink, szponzorink, akkor szeretném, hogyha nem egy ilyen izzadt, büdös csapatvezetőt ölelgetnének, hanem egy jó pol csapatvezetőt. Nyilván ezért próbáltam letusolni. Azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogy az ember általában este vagy reggel zuhanyzik. Ez tök jó, hát te vagy az automotorsport Pep Guardiolája. Na, tessék, vagy valami ilyesmi, igen. Igen. De hogy ezt az okon vetted, vagy most olyan hangod, mintha ezen annyira kiborultál volna? Dehogy is, nem. Tehát én most mikor teleket kaptam, nem. Vigyáznom kell erre, tudod, tehát azért most azért oda kell figyelnem rendesen. Nem, tehát aranyosak voltak, mert utána visszahívtam, mert nem értettem a szituációt, hogy is volt az egyik esemet, hogy rajtad nevet a három muskétás, vagy valami ilyesmi. Nem, de kérdések voltak. És akkor visszahívtam őket délután, mert mi kint voltunk Barcelonában, teszteltünk a junior csapattal, és nem értettem a szituációt, hogy ki nevet rajtam, miért, vagy mi történik. Tehát megint a szokásos magyar jó indulat, amikor valaki beszél valakiről, röhögünk, kedvesen egyébként, mert hogy jó a kapcsolat, meg szeretünk, és már úgy kapott, hogy sínnak, meg sívják a véredet, meg nem tudom, miközben nem erről volt szó. De mondom még egyszer, tehát utána tisztázott, és mondták, hogy nagyon jó hangulatban beszélgetetek, és ugye ezt tisztetek ki. Állítólag most meg akarod fogni a fenekemet a griden, vagy most mi volt ez az újabb szituáció? Ugye látod? Robbie Williams is benne van, nagyon jó. Nem, most be akarunk valakit jutatni a depótokba, vagy a boxotokba, vagy a box utcába, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, a ti részlegetekbe, a Norbi mellé, hogy megnézhesse a lakókocsit belülről, ahol te zuhanyzol. A vizes blokkba. De Balázs, visszavonul zuhanyozni. Én testemet akarod megnézni, mert akkor tényleg találunk erre egy privát időszakot, bár nem tudom, hogy mióta változott meg az ízlésed, én nem vagyok annyira szép, de ha lehet, azt el tudom intézni, mind a Mihalis Normi, meg én is autogramot adok. Nem hiszem, hogy a Norbi örülne, hogyha fogdosnánk a fenekét, én meg aztán végképp nem. De hát, hogyha neked ez a
ez a minden vágyod, akkor ezt is meg tudjuk beszélni. Tehát nyilván van annyi pénz, hogy esetleg megfukasd a fenekem. Azt hittem, te ilyen lazább vagy, Zoli, egyébként. Igen, egy kicsit más vagyok most egy kicsit. Most egy kicsit más hangulatban vagy, igen, én azt hittem, hogy azért, legalábbis amikor mi sokszor beszéltünk, tehát kicsit azt hittem, hogy ezeket ilyen lazábban veszed ezeket az akadályokat. Ugye egyébként a dolog abból indult ki, hogy csütörtök pénteken, illetve hétfőkedden pont a magyar futamra sorsolunk jegyeket. Amilyen, ha jól tudom, ilyen VIP jegy. Ugye, Laci? Tehát ilyen VIP jegy mindennel együtt. És gondoltuk, hogy ha már ugye a hallgatónk nyer, akkor már bemehessen egy kicsit hozzátok. De mindezt nyilván a mi humorizálósabb oldalunkról megfogva. Igen, azért fura egyébként, hogy ilyen pici távolságtartó vagy, mert egyébként a Mika meg a Kimi simán elmennének Balázsval bármikor egy otthonázni. Érted? Te meg itt sajnálod ezt a közös zuhanyzást. De nem rólam az, hogy hallgatóról vagy, egy hallgatót akartunk eljutatni a Zoli mellé. Tehát nem is engem, mert nem én akartam zuhanyozni, hol voltatok? Hogy egy hallgatót eljutatok. Balázs, tulajdonképpen most azért ebből jól már nem tudsz kijönni. Tehát tavaly is be akartál jönni a lakóbuszunkba, amikor zuhanyoztam, meg most ugye nincs erről beszélsz, most már lassan 3 napja. Igen. Tehát ti az elfolytott vágyak, azt gondolom, hogy lassan felszíne törnek, tehát nincs ebben probléma. Meg tudjuk ezeket beszélgetni. Igen, tavaly pont így történt, ott álltam a feleségemmel, a karomban, a gyerekem, mondom, Zoli, gyerek, köszönj, hogy már jó, mindjárt jövök zuhanyozni. Én utána tudom, ne, Zoli, hadd menjek én is fele zuhanyozni. Igen, hát emlékszem, ez tényleg pont így történt. Meglátod a felső testemet, és onnantól kezdve nem tudtál ellenállni, tehát tulajdonképpen. Ez mindenképpen jó. Figyelj, hogy... Na most már nem tudom, hogy merre kell még valamit kérdezni, vagy... Hogy olyan tusfürdőt használsz, ami sampon is, vagy külön tusfürdő, külön sampon. Tehát most tulajdonképpen a Robinak a fenekét megfogták, vagy nem? Mert akkor megpróbálom elintézni, hogy a Norvinak a fenekét megfogják, vagy valamit. Nem, figyelj, ezért érezzük úgy egyébként, hogy picit tartozunk is a hallgatóknak, mert a Robinak a fenekét nem tudta megfogni senki, de... Itt van valaki. Így van, és rögtön engem dobtatok föl. Persze. Hát akkor, ha nincs Robi, akkor jó lesz az Otyi. Érted? Tehát ebben semmi probléma. Figyelj, nem. Jó, beáldozom magam. Ez kell a népnek, akkor beáldozom magam. A Robi tök unalmas meet and greet volt, hogy elmondta nekünk. Rebeka, hello, hogy juttatottok ide? Jó, oké, autogram nincs, fotó, na jó, menjetek, mert megyek készülni. Dögunalom. Tehát annyira dögunalmas meet and greet, hogy, és nagyjából ezt mi már tudtuk hétvége előtt, ez valószínűleg dögunalmas lesz. Na és itt kerültél akkor képbe. Figyelj, hogy... Kókusz teljes testápolót használsz, vagy aloesat? Nem szeretnék erről beszélni, úgyis ki fogjátok fütyülni, hogy miért kapcsolat. Nem fütyülünk is semmit. Hogy most akkor mi van a VIP-jegybe? Bemehetek oda hozzátok? Akik nyernek VIP-jegyet? Bemehetnek oda a depóba, nem? Vagy hogy hívják ezt? Segíts nem már. Csak, így van, nem csak a depóba jöhetnek be, tehát nyilván ez a Box utca mögött lévő terület, ahol... A kamionok állnak, meg az úgynevezett hospitality, ahol a csapatok vendégül látják a különösen kedves vendégeiket, illetve amit még mi fel tudunk ajánlani, az, hogy bejöhet hozzánk a boxba, ami aztán egy kimondottan nagy exkluzív dolog, hiszen a box az egy olyan zárt terület, ahol a versenyautó van, mondjuk úgy, hogy egy privát szféra, és ott lehet majd velünk, megérinteti akár a Norbit, megérinteti az autót, megérinteti az összes csapattagot, és ott lehet velünk. Tehát ez tényleg egy nagyon klassz dolog. Zoli, figyelj! A boxot, és utána közel 80 ezer ember fog vele szembe ülni. Zoli, tehát nagyon sokan dicsérik, de nekem egy picit szárítja a bőrömet a kecsketejes szappan. Te hogy állsz ehhez a dologhoz? Hogy az jó? Neked milyenek a tapasztalataid? Vagy nem annyira jó? Én más szeretek. De ha gondolod, erről majd leülünk, és akkor megbeszéljük. Jó, megadom a Jani számát, és jó, hogy ne csak akkor engem hívjál, mert mindig hall valamit az ember, hogy valamiről beszélek a Morning Show, kecsketej. Nagyon jó. Nagyon jó. Igen, szamát. És ezt a hajamra is, vagy csak a testemre kell kelni? Fürdés előtt, vagy fürdés után? Hát azt gondoltam, hogy te tanítasz majd engem, és nem fordítva. A fürdés rajta. Ez ilyen trim van, vagy ez hogy van? Tehát ez ilyen 3-1-ben, vagy 2-1-ben? Igen, testápoló, sampon és fürdősó egyben. Igen, mi a 3. De a 2-1-ben az már 18 pluszos mozi. Arról már nem beszéltünk. Na jól van. Szerdán jössz ki, mert jön a Norbi hozzánk, hoz egy hallgatót. Képzeld el, megyek, boldogítalakod benneteket, tehát megpróbálom visszaadni ezt a kedvességet, amit kaptam tőletek, de hát nyilván én is valami kis rutinos és rafkos dologgal készülök, hogy hogyan tudlak majd megviccelni benneteket, és nagyon-nagyon remélem egyébként, hogy kijöttök, és ott lesztek ti is a boxunkban, és drukkoltok nekünk.
Hát kicsit... gondoljátok, akkor megmutatok mindent, amit szeretnétek, nyilván 18-as karik alatt. Kicsit félve ezek után. Jól van, Zoli, akkor szerdán találkozunk, jó? Norbival egyeztetünk. Jó, én keresek egy szakácsot egyébként, mivel a Ferinek azt hiszem a 100. receptje megvolt, nem akarja a 101-et vagy a 102-et megcsinálni nálunk? Legyen VTCC-s? VTCC is valami szuper ilyen magyaros kolbászos, töltős, krumplis, nem tudom, valami ilyen. Nem kapkodtál a cateringgel a hétvégére. Én azt gondolom, hogy eszenciát szeretnék, és azt gondolom, hogy Rákóczi Feri a főzőtudományával és a séfmesteri diplomájával esetleg ebben kicsit tudna nekem segíteni. Kicsit túl gondoltad, de még megoldhatjuk. Jó, a grillkolbászokat állalom forgatni nálatok. Ha az tudtam, hogy valahogy megint belecsempészed a erotikát. Miért pont kolbász már megint? Te hát, mondtad, hogy fenék, magyar. Kolbász. Ez a hétfő, ez ilyen, Zoli. Nem bírunk róla lefűzni. Van csülök. Nagyon jó, akkor azt. Na jó, az Zoli, akkor szerdán tali, jó? Szerdán talán, és nagyon szépen köszönöm, hogy hívtatok, és nagyon szépen köszönöm, hogy tulajdonképpen Magyarország teljes lakosságának bebizonyítottatok, hogy egy tiszta srác vagyok, és szeretem látod? Az ápolságot. Tessék a jót meghalani, nem az SMS írókra kínni, hogy megint szívták, vagy megint bántanak, nem, erről szó nincsen, csak azzal foglalkozunk, akit szeretünk. Ezt most tök komolyan mondom. Akit nem szeretünk, azzal nem is foglalkozunk. Tehát mindig arról beszélünk, akit kedvelünk. Pontosan tudom, tehát egyébként nagyon szépen köszönöm, de létszeres itt az adásban ígérjetek meg, hogy kijöttök és dukkoltok nekünk, mert nagyon-nagyon ránk fér, és egyébként ezt kérem az összes hallgatótól is, hogy jöjjön ki, ha süt a nap, ha esik az eső, jöjjön ki, mert szükségünk van a szeretetükre, és szeretnénk valamit visszaadni abból a kedvességből, amit egyébként kapunk, mind az interneten, a médiában, az utcán, a simogatással, a kedves szóval, a dudálásokkal, mindennel, tehát nagyon szeretnénk ezt meghálni. Tehát azt szeretném most hallgatni, illetve hallani tőletek, hogy igen, Zoli, ki fogunk jönni, és ott leszünk veletek, és szurkolunk. Megtennétek ezt nekem? Mit csinálsz hétvégén? Nem tudtok ebből jól kijönni. Én tavaly is ott voltam, most hiába szóval. Tudom, nem, ott voltál, de nem láttam. A zuhanyzás előtt, mikor elmentél zuhanyozni. Na akkor találkoztunk. Igen, tudom, te ott voltál, de a Janit nem láttam, meg a Feri sem. A Jani általában nagy tömegben tudod, hogy... Hát tudod, hogy... Csak akkor van a Feri nyakában, hogy ott voltam, hiszen senki nem tudná bizonyítani az ellenkezőjét, mert talán látott is. Egyszer a Feri a nyakadba vett akkor, vagy a nyakába vett, akkor fölvintél. Megyünk, Zoli, mindenképp, jó? Nagyon szépen köszönöm, és akkor szerdán találkozunk. Viszem a Norbit is magammal. Gyere, hozz a Norbit, meg a hallgatót. Nagyon köszönöm. Ciao. Sziasztok, további szép napot. Jó, behúzott a csőbe. Hihetetlen, nem? Már biztos a futamon jár az agya. Picit feszült volt. Feszült volt, mert milyen visszajom adáson kívül? Feszült volt. Valószínűleg megint zuhanyzott, és kicsúszott meg kezéből a szappal, és nem ért el, hiába nyújtózkodott közben. Jól éreztem, hogy picit feszült volt? Picit. Lazább szokott lenni, nem? De ez a tipikus dolog, amikor mi beszélünk valamiről, és ő, aki, vagy valakiről, és ő nem hallja, tudod? És jelentik. És akkor mindig úgy jelentik, hogy három mocskos szemét állat. Nem, ezeknek a beszélgetéseknek mindig az a lélektana, tök, hogy fölvette, elindult egy ilyen nagyon távolságtartó, nagyon hideg, tudod, gyúrod, masszírozod a lelkét, és a végére egészen megenyült. Éreztétek? Igen. És a végén már egy ilyen újra az volt a nexus, mint régen. Tehát egy ilyen nagyon távoli, nagyon hidegből egy ilyen röhögjünk együtt a végén. Most már értem, hogy miről van szó. Így van. Itt az SMS író, igen, azzal van mindig a baj. Aha, tudod? Aki jelenti, és nem azt jelenti, téged szídnak. Téged bántanak. Érted? Tört angolság, azt akartam mondani, hogy szappanról beszéltek, de azt mondta, hogy szóapni. Nem, egyébként igen. De jaj, Istenem, mikor érik már meg ez az ország? Hát bizony. Az Zolihoz kapcsolódó stílusos analógiával élve megint nyitotta a zuhanyt, először csak a hideg víz jött, aztán lassan melegedett, és a végén már tűzforró. A végén négyen gőzöltünk a kabinban. Így van, a vége volt az igazi szó. Jönnek a hírek után hármasugrást, játszunk, lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 múlt, pontosan 4 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez jó ez a Bieber's dal, gyerekek. Én ezt kedvelem. Tudom az én sekély zene ízlésem. De hogy jövünk mi? Ez egy tavaly nyári sláger, de komolyan mondom, ha ezt most kiadja egy angol, vagy egy svéd, vagy bármilyen zenekar, ez simán egy a tavalyi... Bieber's, sorry. Ez a tavalyi év, a tavalyi nyár. Justin Bieber. Nem, ez Bieber's, ez a Puskás Peti. Ez egy magyar. Igen? Ez egy magyar csapat, igen. Puskás Peti nagyon jó. Nagyon szeretem. Ez egy sima európai klubsláger egyébként, ha ezt mondjuk nem ők csinálják. Ez a Bieber szép, nagyon jó zenéket csinál.
amivel neveztek az Eurovízióra, az kicsit gyengébb szerintem, de ez a Sorry, ez egy jó dal, ez tavaly nyáron, mondom, azt egy angol csapat csinálja, az a tavaly év nyár egyik klubslágere. Hát igen, ez menedzsment meg pénzkérdése. Hát nyilván nem jut el, igen, de nagyon-nagyon ügyesek. Bírom őket. Még van egy-két jó daluk. És még egyébként a karakter is olyan, amit így eltudsz, már maga Puskás Peti. Igen, a klip nagyon rossz, de ez borzalom. Ilyen kis a pesti éjszakában a mi generációnak már kevésbé ismer, de egy fiatalabbak között ismert srác van benne. Aha. Táncol össze-vissza, de az nem erős. Tudom, miről szól, meg ki van benne, tök mindegy, de hogy az nem túl erős. Tőlem nagyon fura egyébként, én nagyon ritkán szoktam ilyeneket mondani, de a Puskás Petinek a Csillagok című számát azt imádom. Na. Mi van veled? 40 fölött. Nagyon jó a dal. Egy ősrokkel odaáll a Puskás Peti dal látod, mellé. Kezd a szentimentális lenni. Most miért mondod ezt? 20 éve még ilyen, 20 éve még ilyen fiúkat daráltatok egy goth metal koncert, mint a Puskás Peti, akinek letéped a bal kezét, és nem is vérzik. Tehát most meg már kedveled, mi? Nem baj, hát öregszünk. És itt van a mai is tisztál, Puskás Peti, kapjátok el, lássalok ezeket! Mindenki jobbra-balra szét. Nem, így bedold, elkapják. Igen, az oblik tudod is szét. Na most megint mi lesz? Igen, hogy mi? Mi lesz? Mit ír a magyar? Puskás Peti ismerősei szívják a véredet, téged aláznak. Téged aláznak a Morning Show-ban. Peti, úgy kezdődött, hogy szeretünk, és hogy igen, jó a dal. A megszólalás helyé kezdődött, hogy tökre bírom ezt a dalt, tökre szeretem a Puskás Petit, nem fogok mentegetőzni, de annyira utálom ebből a szempontból ezt az országot, hogy mindig ez megy, nem? Na de most Zoli, bántanak a Morning Show-ba. De nem? Aha, nem azt fogják még mondani, hogy figyelj, hallod, de egy ortodox rocker azt mondta a Csillagok című számodra, hogy jó. Ez az ország olyan, mint egy kivert kutya. Ha meg akarod simogatni, akkor is halad. Írja, nem? De tényleg így van. Tényleg így van. Jó, de amíg ment a dal, addig azt mondtad, hogy ha bedobják Puskás Petit a közönség közé, akkor így leszáll, mint egy levél. Egyébként meg tényleg. Ha van szélgép, lehet, hogy leseesik. Nem mondott ilyet, csak mondom. Ez egy tök jó dal, tényleg. Na jó, nézzük, hogy ki a hármasugrás játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, Timi vagyok. Hello, Timi! Timi, nagyon jó kedvű vagy? Kitörő lelkesedéssel fogadhat, hogy ma adásba lehetsz? Igen. Én nem tudom, hogy most mi van? A Zoli morcos, a meet and greet-es csaj semmi, abból a szempontból, hogy igen, ott voltam, jó volt. A játékosunk halkan beszél, Timi visszafogott. Mi van ma? Mi neki nyomott? Front! Hétfő. Ja, hétfő. Na jó, de most ezen próbálunk segíteni egy kicsit. Igen, meg három nap. Háromnapos hét. Gondold azt, hogy szerda van. Szerda, csütörtök, hát péntek. Nekem mindegy, mert nekem egy három hónapos babám van, úgyhogy nekem tök mindegy, hogy milyen nap mindent van. Mindent tényleg legyél szomorú. Engedd el, mindent értek. Akkor már hát ez egy nehéz időszak. A bezártság, mi? Meg úgy az egész. Annyira nem. Nem? Na, nem. Már jön fel. Na, látod? Aha. Zengőt is felúztuk a megszólás végére. A végén már mosolygott is egyet. Kár, hogy 10 percet beszélgettünk vele. De ez a dolgunk olyanok, hogy mint a jó terapeuták. Elkezded nagyon lentről, de mire leteszed, jól leszel, hidd el. Tehát ezért vagyunk itt minden reggel. Mi vagyunk a pofozózsák, nem? Az ütközők felül. Velem vagytok már nagyon régen. Tud, még a pirítósból. De tudsz, jó, hogy kezdje múlni. Uh-huh. Hogy hívják a picit? Kornél. Ó, ez jó. Fiú, lány. Úgy, hogy jobb kedved van? Na. Hát ez igen. Látod? Na, öröm velünk beszélni. Egyébként mi a foglalkozásod, Timi? Hát egyébként én egy hiperben dolgozom a pénztár részlegem. Uh-huh. Hát vezetem végül is a kasszasort. Na. Röviden ennyi. Most kis kitérővel. Vagy hogy vezetette, vagy az első? Az egyes sajtszámú kasszás. Nem. A fő kasszás? Nem, hát úgy egy olyan 60-70 embert irányítok az körülbelül egy műszakban. Szép. Ez miért van az, hogy néha a hiperekben délelőtt, amikor az ember megy, akkor a 20 kasszából kettő van nyitva, és mind a kettőnél 400 méteres sorára, hogy itt nincs ember, még kettő, aki beüljön, vagy itt le van szorítva, hogy még 10-es dél között max 3 kassza lehet nyitva, vagy ez hogy van? De nem abban a hiperben hiszem, ahol én dolgozok. Hát Sajókeresztúri vagy, nem? Így van. Gondolom, ott Piskolc környékén dolgozol akkor. Így van. Nagyon így nagy bevásárlás kell, hogy legyen, hogy odáig menjünk. Tehát az valami olyan nagy akció. Az valami akkora akció, vagy valami olyan bevásárló lista, amit a Viki összér, hogy az nagyon nagy kell, hogy legyen, hogy Miskolcig menjen. De abba a hiperbe, ahol én dolgozok, mehet Pesten is, és biztos, hogy ott sem sorakodol. Ó, egy igazi helyre. Hiperszív, láttad? Rossz helyre mentem. Menjél akkor. Tudtam, hogy velem van a baj. Gúz, milyenek a kérdések, jó? Ó,
Lájtosan. Igen? Igen. Az ránk fér, mert hogy szerintem simán három hónapja nem nyert senki. Jó, oké, figyelj Timi, így szól az első kérdés. Hogy nevezik az alpesi népek szöveg nélküli éneklési módját? Jódli. Így van. Ami jódili. Jódili. Ahogy ezt tudjuk, ugye a Szandi szám szövegét. Szandi felkelted éjjel kettőkor, olyat jódlizik, hogy beszakad a dobhártyad. Én már fantáziáltam róla. Csak... Ja! Szandiról vagy a jódliról? Nem. Én imádom a jódlit. Szívesen lejódliznak akarod. De komolyan. Kimennék? Hát most miért? Hát... De akkor csináljuk. Utána te nyomsz valamit, és egy jódli, jódli párbajban lejódlizlak. Ja, azt hittem, mondani akartam, hogy a kamerát arra gondolok, hogy, hogy csaj vagy mint a sittem, majd becsukom a szem. Nem úgy akarlak lejódlizni. Ugye Kornél nem hallja ezt a nagyon szörnyű, erkölcsi, fertőszintű beszélgetést, Timi? Nem, csak nézd rám kérdően, hogy mit vigyorgok itt magamba. Uh-huh. Na, de már vigyorog, ez is jó. Hisz mindig csak szomorulnak lát. Így szól a második kérdés, dedikált egér alátétért. Milyen nemű szarvasmarha az üsző? Ne kapkodj! Hát lányka. Igaz! Igaz! Nőstény! Hát, ha elütök egy szarvast és a nőstény, akkor mondjam a vadásztársaknak, hogy üsszőt ütöttem el. Igen, aha, hogy aha. Suna volt. Na, mehetünk? Vagy álljunk meg, Timi? Hát, tudom, hogy szubjektív a kérdés, de hogy nehéz-e. Azt nem tudjuk, hogy nehéz-e, azt szoktuk meg, hogy milyen szubjektív. Témakör. Igen, igen, tehát kinek mi a nehéz? Igen, filmes témakör. Filmes. Hát próbáljuk meg. Így szó, a harmadik kérdés dedikált óráért. Ki játszotta az idős Don Corleone-t a Keresztapa filmtrilógia első részében? Ó. Én megálltam volna, már hogy... Na jó. Köszi. Tényleg, hát ez komolyan, most filmes kérdés, ez nem egyszerű. Első rész is Don Corleone, hát gondolom egy idős pasi. Mit láttál utoljára moziban? Avatárt. Azt nem ma voltál akkor moziban. Hát nem, én azóta gyereket nevelek sorban. Ez a film 3 éves, a gyerek meg 3 hónapos. Ja, hogy ez már abban. Igen, van egy 3,5 évesem is. Egyre jobban értem, hogy... Miért vagy olyan rossz kedvű? Megértek. Gyereknevelés nem könnyű. Figyelj csak, dat korszak, úgyhogy... Tudom én, hát nem mondom. Nem tudom, te Benivel hogy vagy, de én készen vagyok. Mégis 4,5 éves a gyerekem, hát ez szerintem... A tenyém meg 3,5. Uh-huh. Na jó, de mi a válasz a kérdés? Nem tudom. Hát figyelj, egyébként a gyerek már viszonylag nagy lenne, hogyha ez lenne az utolsó film, amit láttál volna a moziban, mert... Igen. Ez egy nagyon-nagyon híres szerep. Marlon Brando. Marlon Brando. Egy emblematikus figurája. Hát ennek. Igen, nagyapám lehetne Kádi. Igen. Már nem. Igen, de... Már csak fönn a polcon egy kis virágot vihetni, hogy mindenki igen. Jó, nézzük a boomot, jó? Oké. Okay. De várjál, először, nem akartok még egy picit beszélgetni a gyerekről? Nem. Figyelj, indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki! Boom! Júj, de szépen indította! Kornél megriadt. És hova többet nem alszik. Pedig de szép az eleje. De szép! A... Nem. De nem. Arra jaj, jaj, jaj. Nem. Szomorú vagyok. Kornél? Mit van? Édesem. De jól megvigasztani. Timi, legközelebb, jó? Megpróbálj. Oké, rendben, oké, köszi. Kitartás, egyszer a nehéz korszak is véget ér, és jön egy még nehezebb. Kinek előbb, kinek később? Jön a kamaszkor. Jön, így van, jön a kamaszkor. Köszi, Timi, csáó. Köszi, sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jól van. Egy-két friss közlekedési hír, csak azoknak gyorsan, akik úton vannak, azt mondja, hogy az M3-as bevezető teljesen beállt, a nullástól majdnem egy óra eljutni a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróig, aki teheti, kerüljön másmerre, ezt Dorka írta nekünk. Igen, a Kagylós kúton lépésben halad, pedig nincs baleset, üzeni Médi. Az M1-esen a 23-as kilométer közelében a benzinkút után Budapest felé most állt ki a fűre, trafi forgalommal szemben, valamint Bufi is küldte az M3-ast, köszönjük szépen. A benzinkúton kontroll, kiterelik az autókat a rendőrök, a KPMS-ek és a katasztrófa védők. Ez az M2-esen történik, Dunakeszin, üzente nekünk Tomi. Egy perc múlva 9 óra, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlva 12 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Drága hallgatók, itt vagyunk, és készülünk a szerdára. Ugye még nevezhetőek a főnökök. Ha valaki szeretné, hogy a főnökét megreptessük egy műrepülő világbajnokkal, akkor írjon nekünk morningshow@classfm.hu. Szerdán elmegyünk érte helikopterrel, elhozzuk őt is, meg az egyik alkalmazottját, aki benevezte. Kell telefonszám,
helyszín, a főnök telefonszáma, annak a telefonszáma, aki benevezte, egy kicsi leírás, és hogy hol vagytok helyileg, és ezek alapján választunk majd főnököt szerdán, akiért elrepülünk helikopterrel, elhozzuk oda a budaörsi repülőnapra, és ha jó főnök, jót repül, ha nem jó főnök, akkor nem jót repül, akkor is jó, csak akkor nekünk lesz jó, illetve az alkalmazottaknak. Úgyhogy lehet még nevezni, ha valaki szeretné a főnökét benevezni. Fontos, hogy nem meglepetés, tehát a főnök tudjon róla, csak olyat viszünk, aki tud róla, aki akar jönni, természetesen, aki szeretne repülni, bírja a repülést. Olyan, hogy a főnök nem tud róla, mert nem tudunk belemenni, elrepülünk valóban Debrecen környékére helikopter, és nem jön, és kikapcsolja magát, azt nehezen tudjuk azért így elfogadni. Úgyhogy kell, hogy tudjon róla a főnök, ez olyan meglepetés. Jó? Akarata ellenére senkit nem akarunk felrácigálni a helikopterre, és aztán pedig megreptetni. Így van. És szerdán ugye Morning Show-s kitelepülés az üvegstúdióval, hallgatóinkkal, családi nap a budaörsi repülőtéren, aminek a pontos címe Gúz. 11. kerület, Kőér-Berki út 36. Ha valaki mondjuk a BKK-val utazna, akkor a kelenföldi vasútállomásra 87-es busszal a keserű víz forrás megállói kell eljutnia. Köszönjük, Gúz. Köszönjük, Gúz. Én most megint olyan voltam, egy lottósorsolás. Igen. 83 aranka. Miket olvasok itt közben egyébként? Na miket? Nem, lezuhant egy Alfa Jet. 2010. április 13-án helyi idő szerint 10 óra 15 perckor lezuhant a francia bemutató kötelék egyik gépe. De mindegy, nem akarlak ilyeneket. A bemutató kötelék Alfa Jet típusú repülőgép egy mezőre zuhant Franciaország délkeleti részén. A pilóta tudott katapultálni. Ő túlélte, de az utas sajnos, mert az nem katapultos ülés. Igen, gyakorlás során következett be a baleset, a körülményeit még vizsgálják, a pilóta egyébként katapultál. De nem, ezt nem mondanám el ezt neked élő, tehát nem, nehogy ne, azt gondolt, hogy ezzel én fájlasztani. Ezt most csak nekem mondtam. Ezt most csak a Ferinek tudod, mondtam, hogy mi történnek, hihetetlen. Szörnyű ez. Most azt fogjátok gondolni, vagy szerintem picit arra számítottok, hogy rettegni fogunk, nem, hiszen az első másfél percben elájulok valószínűleg. A sebességtől. Igen, és majd Jani, közvetíts, Jani, mondjál valamit, milyen a repülés? Én ott fogok majd a saját nyálamban docsolni. Figyelj, ha én tavaly túléltem, hogy kiültem a szárnyra, és mentem egy ankettessel, hát akkor ezt az Alfa Jetet neked simán abszolválnod kell. Annyi, hogy én nevettem, jól éreztem magam, te ájult leszel végig, és megvakulsz a 8G-től, ami majd rád nehezedik, és összemész még 4 centit. Tehát ez lesz a különbség, hogy az egyik egy önfeletti jó hangulatú repülés volt, a szerdai nem lesz az. Jani 9 óra után repül majd, de addig is rengeteg program, élményrepülés, sorsolás, a Besenyeivel való repülés sorsoljuk, Mihelis. Ugye a nagy futamon elsőjén visz majd valakit, Talmács is visz majd valakit, hallgatóinkat repülőre ültetjük, ott a helyszínen lesz légi bemutató. Úgyhogy jó hangulatok is 4 órának nézzünk elébe. És ahogy Balázs is elmondta, ez egy ilyen kvázi budapesti vagy Budapest környéki kitelepülésünk. Igen, és valószínűleg hát ez lesz ebben az évben az egyetlen, legalábbis nem látjuk még előre az évet, úgy tűnik, hogy ez lesz az, úgyhogy mindenképpen jöttek, mi is 3-an, ti is 300-an, 400-an, 500-an gyertek, komolyan. Mi is 3-an, ti is 500-an? Igen, mi is 3-an, ti is 500-an. Nem, azt ismerem, hogy ti is ketten, mi is ketten, de hogy az megvan, azt is, hogy te is egyedül, mi is ketten, ez ismerem ezt a mondatot, de a ti is 3-an, mi is 500-an, vagy pont fordítva. Hát igen, reméljük, hogy sokan lesznek, időnk az jó lesz, a belépés ingyenes. Mely mit kell még mondanunk? Mindent elmondtunk. Na, néhány mondat csak a Duna TV-s kollégáról, gyerekek, ha valaki esetleg nem tudta volna. Hát az... Hát ez valami elképesztő. Danube Ninjáról? Hihetetlen, hogy milyen hihetetlen eleményes alkalmazottai vannak a Duna TV-nek. Ez egész egyszerűen döbbenetes. Hát ha valaki esetleg még nem tudná, mert azt gondolom, hogy az internet népe már hosszú napok óta tudja, hogy miről van szó, hiszen ez most már nem egy új keletű dolog. Ugye pár napja fönt van az interneten. A Duna TV-n van egy számomra teljesen megdöbbentő műsor, ez körülbelül, mint a 70-es években maradt volna ott. Emberek, műsorvezetők állnak, és dögunalmas módon kívánságokat olvasnak föl. Kívánságkosár, nem mond már, nagyon jó. Ez semmi baja nincs, ez az 1970-es években még szórakoztató volt. Most már szerintem azért a televíziózás nem feltétlenül itt tart, de nem is ez a lényeg. A Kívánságkosár című műsor volt, áll a műsorvezető, és kívánságok. Juli néni szeretné kérni a Ladány Benne 27. A legizgalmasabb tényleg, ha valaki nem Ladány Bennét kér, hanem ami Goat Metal zenekart, akkor már fölmegy a púzus a műsorvezetőnek, hogy végre történik valami. Ugye? De nem így van? De. Igen. És az a műsor az döbbenet, hogy ez még megy. Srácok, én nem ismerem, de adjátok le. Abban még van az a rész, amikor az egyik műsorvezető énekel? Mert lehet olyat kérni, hogy kér Szécsi Páltól a mit tudom én mit, és azt kéred, hogy ne az eredeti menjen Gergely Robert, hanem valaki énekelje el. Ott szokott lenni egy műsorvezető, aki énekel is. És
akkor olyankor ő föláll, kijön előre, és... Nem, na ez már nincs, ez már nincs. Ez nincs ez a rész, ó, de kár. Azt szerettem a legjobban. Nem, ez a lontosok kovácsáron. És arra gondolsz, hogy esetleg elénekli ezt? Ezt? De most ezt? De várjál, nem ezt, figyelj. Nem ezt nem. Istenem. Hogy talán elénekli ezt? Egy picit a slámjából, ha kaphatnék egy csipetnyit. Jaj, de jó az a dal. Na, ez kíványságos átunk a tévé gyerekek. Ez az. Figyelj. A szerelem dalára elindult felállóan. A legnagyobb. Kívánság kosár, Duna TV. Na, de tudod, hányan mondták hétvégén, hogy ezt éneklik, és nem tudják kiverni a fejükből? Hát, ez volt a cél, ha esetleg elfelejtettétek, itt van újra. Na, de nem is ez a lényeg. Mi történt a kívánság kosárban, mondjuk azon hallgatóinak, akik mondjuk kevesebbet interneteznek, hogy láttuk magát a képkivágást, amikor is ugye a műsorvezető mondja, bejátszom, hogy kívánság, ez is ez a kívánság, ugye, mit tudom én. Érekel a korta. Azt mondom, hogy ezt látni kell, de megpróbáljuk elmondani, hogy mi történik. Szép számmal érkeznek a további üzenetek. Idős Balázs Lajosnak születésnapja alkalmából gratulál, erőt, egészséget és sok boldogságot kíván felesége Piroska, három lányát, fia, vejei unok. Maga a műsor nagyon retro, nem? A veje az unokája, Sanyi bácsi, Józsi bácsi, és csak sorolja. Tehát ez zseniális. És ekkor ugye a Duna TV egyik technikusa, operatőre, hangtechnikusa, nem tudjuk egészen pontosan, hogy kicsoda, mert azóta egyébként hát még erre nem derült fény, hogy ki jön, de minden esetre egy Duna TV-s alkalmazott, belép a képbe nekünk jobbról, tehát rendező jobbról, próbálom leírni, hogy mi van a videóban, és észreveszi, hogy adásban van. Ugye észreveszi, hogy adásban van, hoppá, és levetődik a földre, négy kézláb előre, de úgy, hogy kinyújtja a kezét és kinyújtja a lábát, lehasal, és ilyen, hát nem is tudom, ilyen hasonjárva pókmászásban megpróbál kijönni, ugye takarásba, hogy ő eltűnjön a díszletből. Na most ezt így elmondva nyilván nem lehet úgy átadni, de... Az biztos egyébként, hogy volt katona, és valószínűleg a reakció idejéből ítélve valószínűleg felderítő lehetett, mert ahogy meglátta a piros lámpát, egy tized másodperc alatt levetette magát a földre. Igen. Tehát ez az atomvillanás jobbról kategória. Lánya, és már nem van. Unokái és dédunokái. Lefekszik. Vannak még további üzenetek. És kicsúszik. És várj, hason csúszik, nem egészen 23 cm. Hason csúszik, leveti magát hasa, csúszik egyet hason, majd ugye utána szépen felegyenesedik és kilép a képből. Így van. Egészen hát döbbenetes idő, ezt bejárta most már az egész világot, tehát mindenki ezt nézte hétvégén, meg amióta kint van ez az interneten, az angol sajtó, a német, a francia, mindenki a Duna TV technikusáról beszél, hogy micsoda leleményességgel próbált ő menteni az élőadást. Óriási reklám egyébként szerintem a Duna TV-nek is. Hatalmas. Tehát aki eddig nem ismerte a csatornának a nevét, az most megismerte, és azért egy nagyon fontos momentumát ne felejtsük el megemlíteni ennek a kis földrevetődésnek, hogy a 23 cm-es csúszás után ő már fel is áll. Tehát, hogy ő nem sikerült kicsúszni ugye a képből, hanem még ott nyílt színen fel is áll, és villant egy nagyon szépen fejlett András vonalat. Ugye nyilván ő azt hitte, hogy ugye nincs képben, és megpróbált ugye a képhatár alatt kimenni, tehát azt gondolt, hogy egy szűket adnak a műsorvezetőről, most ahogy én nézem ezt a videót, értelmezéseim szerint ez történt, hogy azt hitte, hogy egy szűk képkivágás van, ugye? Igen. És hogy ő a képhatár alatt lép be a képbe, vagyis ha kicsúszik alól, akkor mivel szűket mutatnak, nem tud, tehát ő ott nincs látja. Benne. Ha kisétál, akkor benne lett volna a műsorvezető vállában, viszont hason csúszva, szűk képkivágás miatt, ugye ő nem kellett volna, hogy benne legyen. De most vagy a rendező hibázott, és adott egy totált, aminek ott nem volt helye, és ő egész egyszerűen bekerült, vagy nem tudta, hogy totál a képkivágás. Hmm. És így próbálta menteni, mert nem látott kontrollmonitort, hogy ebbe benne van, csak reflexből levetődött. Szerintem az a baj, hogy sem a rendezőnek, sem az operatőrnek nem volt akkora, vagy olyan gyors reakció ideje, mint neki. Mert ők szerintem döbbenten nézték, hogy hallod a Lajos még mindig. Vagy ahhoz volt szokva, hogy ő eleve szűkebb képkivágást mutatnak a műsorvezetőről, és ott még ő nem látszik, látta, hogy adás szűk, a képkivágás hasra vág, kicsúszik arról, semmi nem látszott volna belőle a szűk képkivágás miatt. De totált mutatott a rendező. Vagy ő rosszul emlékezett a kordadalra, azt hitte, hogy kétszer ilyen hosszú. Tehát a dal alatt el tudja intézni, igen, amit kell. Még kitartja. Gyuri bácsi énekeljen. Az nem lehet, hogy látványelem? Tehát, hogy ez egy újfajta megközelítése a televíziózásnak, hogy ő gyakorlatilag ott része volt a show-nak.
hogy a Duna TV így próbálja meg egy kicsit feldobni az egyébként dögunalmas kívánságkosár című műsorát, ahol egyébként emberek nyilván kérnek számot, és közben korda betétekkel szakítják meg ezt a nagyon izgalmas műsort, erre gondolsz? Igen, nem lehet, hogy egy elvetélt helikopter figura volt ez, ő egy táncos valójában, aki megpróbált elindítani egy nagyon jó kis technikás elemet. Tehát arra gondolsz, hogy ő valamikor a Pécsi Enemy Squad, nem tudom, break és táncegyüttes tagja volt, és most villant 3 percet? Pontosan, MC Ninja. Figyelj, én őt imádom. Igazából nem rajta nevetünk, és senki, tehát az egész internet vele van. Tehát ez ő most egy a Duna TV hőse. Imádja mindenki. Imádja mindenki. Nem lehet, hogy ő egy kém. egy TV2-s? Mondjuk. Igen. És el akarja lesni a titkot. Tehát ő több mint 1 millióan nézték már meg a YouTube-on. Több mint 1 millió megtekintése van. Uh-huh. Lassan, egyébként hamarosan tengetnek. Így van. Csengetnek neki. 5 év alatt nézték meg ennyien az egész kívánságon. Úgyhogy az nagyon nézett a Duna TV-n. Tényleg? Hogy ki, azt nem tudom, de hogy... Egy másik korosztály. Igen, hát a 60 pluszban nézik. Hogy arra gondolsz, hogy ő egy TV2-s, aki bement megnézni a kulisszatitkokat, ellesni a Duna TV, hogy hogy készül a műsor? Meg akarta tudni a titkot. Így van, és lebukott. Tehát szóval ő szerint. A dala alatt akart ön szétnézni, a technikai újításokat ellesni, jegyzetelni, és egyszer csak vége lett a dalnak, hopp, totál, és akkor onnantól kezdve már álcázod magad. Ja, ha ő nem itt van, hanem Amerikában, már világsztár. Tehát, hogy így is az lesz már, már nyilatkozna, és azt mondja, gyerekek, igen, én voltam, bocsánat, itt nem nyilatkozik, vagy nem nyilatkozhat? Biztos nem nyilatkozhat. 100%-ban, főleg tényleg így a megnézéseknek, a lájkolásoknak a számából az ember abszolút látja, hogy itt biztos, hogy be fog kerülni az ilyen évvégi mindenféle kis összeállításokba, televíziós bakikkal kapcsolatosakba, stb. Ő most már gyakorlatilag az idők végezetéig ott lesz. Zseniális. És hasra veti magát, és csúszik. Édesem. Állítólag ő utána 2 napig nem ment be. Miért? Mert annyira lelki beteg volt. Szegény. Mert tönkretette a produkciót, ő úgy érezte, holott csak föltopta. De Lencsó Rita nyilatkozott. Ő nyilatkozott. De jó. Mit mondott a Lencsó Rita? Hogy nem kapott semmit a kolléga, és hogy igen. Várj, még az lenne szép, ha megütött. Hát egy végtelen rossz fejség lenne, de nem. Igen. Bakik előfordulnak, technikus kolléga azonban próbálta menteni a menthetőt, aki azt, a stúdióban is nagy derültséget okozott, a kúszás. Lencsé Rita, az MTA sajtóiroda vezetője nyilatkozott a Blicknek. Így egyébként. Kell. Igen. Hát lehet, hogy a rendező mondta, hogy nézd már, mutassatok már nagy totált a gyerekről. Ez nagyon jó. Figyelj, a angol verziója a Live Leak videó megosztón is fönt van, vicc oldalakon is van. Tehát, hogy szenzációs. Ez remélem, hogy ebben nem betegszik bele egyébként. Nem kell, nem szabad szégyelni. Ez egy halálosan jó fej dolog. Ja, a YouTube-ba beütitek Duna TV, azonnal ez dobja föl. Tehát ez tényleg érdemes megnézni. A hős. Imádom. Na jó van. Oké, ez már egyébként egy kb. 5-6 napos, egy hetes történet. Van egy VTCC-s kérdésünk, amivel ugye dupla jegyeket lehet nyerni. Most már nem mondom, hogy Zengő Zoli zuhanyzására. Ne is. Aha, csak simán a VTCC futamra, a VIP részlegbe, mindenhova. Ugye a túrautó világbajnokságra most hétvégén rendezik a Hungaroringen. És ehhez egy kérdésre kell a jó választ nekünk elküldeni. Ugye? Ennyi SMS-ben, akik elküldik, azok közül sorsoljuk a megfejtőket. A kérdés ez pedig így hangzik. Igen. Hányadik állomása a 2014-es túrautó világbajnokságnak a Magyar Nagy Díj? Szépen felolvastad. Még egyszer szeretnéd hallani? Aha. Fürdesz a hangomban, Ferenc. Hányadik állomása a 2014-es túrautó világbajnokságnak a Magyar Nagy Díj? Kérdő mondat végén. Igen. A válaszokat SMS-ben várjuk a 0676-45-00-00-as SMS-számot. Most számolok, de most nem tudom ezt értelen kiszámolni, de nem is nekem kell tudni. Nem, nem. Te így is, hogy is ott veszel. Hatusoló. Na, milyen jobban vagyunk most az engem. Ja. Egyébként ott egy pici ellenást éreztem a Zoli részéről, lehet, hogy azt el is felejthetnénk, nem? Már mit? Hát a közös zuhanyzást vele, valamiért nem. De nem is volt konkrétan szó arról. Figyelj, tehát, erről nem volt szó konkrétan. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy fél, hogy ketten kifürdítik a meleg vize. Szó nem volt arról, hogy én zuhanyozom. Tehát hányadik lesz a magyar futam, ugye? Igen. Az idei sorozatban. Hanyadik. Na még. Hányadik állomása a 2014-es túrautó világbajnokságnak mondd, a Magyar Nagy Díj? Nem mondd így egyből, túrautó. Jó, túra nem, beértjük. Túrautó világbajnokság. Ez a monitor, nem az ajándékosság. Várjál, elvettem magam itt hátul. Hányadik állomása a 2014-es
túra autó világbajnokságnak a magyar nagy díj. Jó. Küldjetek SMS-t, jó? Aki nyer, a 10 előtt hívjuk, az 2 darab jegyet nyer. A túrautó futamára. Régi a cucc, későn 6. Így van, a Hungaroringre. 2 perc, pontosan fél 10, mindjárt jövünk a nyertessel a reklám után. 3:40 lesz pontosan 10 perc múlva. Azt nézem, hogy van-e friss közlekedési hírünk. M2-es Dunakeszi benzinkút trafiznak. A tököli Bosnyák tér felül része áll, mint a szögezt Krédi 1 küldte nekünk, és a Hungária áll az Árpád híd felé, ezért van visszadugulva az M3-as bevezető egészen az M0-ásig. De jó Isten, az M0-ásig áll az M3-as. Az kemény. Az nem rövid dugó akkor. De most a 4 sávból egy ugye a belső lezárva, a villamos sín mellett, a másik oldal buszsáv, úgyhogy 2 van. És a Hungária beállt az Árpád híd felé, és az Árpád hídtól az egész Hungária vissza az M0-ásig áll az M3-asig? Aha. Jézus már. Igen. M3-as bevezető az M0-ásig. Plusz ugye a Hungária az Árpád hídig. Az szép. Trafi az M3-as Molkút 106-os kilométerénél, Maresz üzente ezt nekünk, Pesti rakpart déli irányban tyúklépésbe haladt, Aragox üzente, és Újpest Pozsonyi út Selkútnál szintén mérik a gyorshajtókat, ezt Kati üzente nekünk. Mi pedig mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk a mai napon, hogy a vadgázolásról beszélgettünk, a kresztáblákat elemeztük, illetve azt, hogy kinek mi a feladata, elút egy őzet, egy szarvast, szólsz a vadásztársaságnak, nem szólsz, még téged büntetnek meg, mindenkinek volt élménye, sajnos vadgázolásról arról beszélgetünk, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Valamint felhívtuk Zengő Zolit, hogy létrejöhet ez a meet and greet. Zolit kicsit, hát, hogy is mondjam, rossz kedvűen kaptuk el, de a beszélgetés végére megenyhült. Sőt, az elején Marci volt, igen. Küldött SMS-t is, hogy minden oké, meg mennyire kedvel minket. Tényleg, fejesze írt azóta már, hogy minden oké, meg ne haragudjunk, meg szeret, meg tehát, hogy na, azóta már mindenem nem. Úgyhogy csak a beszélgetés elején volt egy kicsit a kapott SMS-ek hatására rossz kedvűbb, nem? Igen, picit morcosnak tűnt valamiért. De megdolgoztuk. Meg. Megdolgoztuk, és gyomorra, szájra. Igen, mindenhol kapott. Igen, üzemi hőmérsékletre melegítettük fel a szívét. Igen, úgyhogy erről beszélgetünk ma reggel, és most ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. 3:40 van pontosan, jó reggelt. Csabi, hello. Szevasztok, jó reggelt. Csabi. Milyen volt a reggeli futás? Képzeld el, hogy 4 hét után a sérülés leküzdve és magam mögött hagyva elmentem futni végre. De te honnan tudtad? Kaptuk ezt? Az SMS-t. Hát, nem mondod. De. Igen. Kémek már jelentett. Írt egy hallgató reggel, hogy jó volt veled futni, vagy legalábbis látott téged szembe futni. Uh-huh. Tök jó volt. Igen. Tök jó, hogy nem a céges számodról küldted az SMS-t. Hihetetlenül menedzseled magad. Elképesztő vagy. Mennyit futottál? 6 kilométert a megszokott távomat futottam le. Attól tartottam, hogy ez nem fog menni, hiszen 4 hetet kihagytam. De hát, mint a... Nem tudom, mint a villám, mint a nyíl. Komolyan? Mentem, igen. Az első néhány lépés bizonytalan volt, féltem, tudod, hogy sérülés, nehogy kiújuljon, vagy valami. Semmi. Semmi. Úgyhogy tök jó volt, jól esett. Úgyhogy most megyek holnap is, most visszatérek a futópályára. Úgyhogy már előre elküldhetik az SMS-t a hallgatók. Hogy megint láttak, megint látni fogom Csabit reggel. Igen. Milyen volt a Robi, jó volt? Tetszett neked is? Szerintem ez az ember, tehát nincs még egy ember a világon, aki ezt tudná. Ő a legnagyobb. Jó, hogy nekem nem volt meg sajnos, nem láttam a Queen-t, nem láttam Michael Jackson-t élőben, de akkora szerencsénk van nekünk, hogy abban a korszakban élhetünk, amikor megtehetjük, hogy elmehetünk, és láthatjuk élőben Robi Williams-et, hogy tök hálás vagyok a sorsnak. Ez az ember egy igazi showman. A picit elvakult a Csabi. Picit már több ez, mint rajongás. Igen, de ha ezt a koncert előtt mondtad volna, akkor én elkezdek gyanakodni, hogy már zsebre vagy. Igen, hogy megvettek. Ez az ember, és ráadásul tök jól énekel, és ezt nem tudom, tudjátok-e, de ott a helyszínen be lehetett előre fizetni egy lemezt, amit ott a koncerten készítenek el. Hát mi ezt megtettük, megvettük, koncert után 10 perc sorvállás, megkaptuk a lemezt, és visszahallgatva is ugyanaz a hatás van, tehát hogy ott kiadtak egy lemezt. Igen. És az menő. Tehát az minden helyen rögzíti. 500 darabot adnak ki, tehát limitált. 500 darabot, hogy hirtelen kesztyűs kézzel összehajtogatják a papírborítót, aha, beteszik a CD-t, dupla,
tehát a koncert első felét ugye a szünetig az megvan, a második felét kell gyorsan valahogy rögzíteni és rátenni, de gondolom amúgy is rögzíti, mert amúgy is készítenek majd belőle, nem tudom, DVD-t meg Blu-ray-t, meg nem frissen tudom. Frissen melegében Live in Budapest. Így van. És ugyanaz, tehát amit hallasz ott, hogy nem hamis, az a CD-n is úgy tűnik, tehát hogy semmi trükk nincs benne. Szóval playback volt. Hát meg miért lenne a CD hamis, hogy nem voltam gondolom. Is, vagy ezt most nem értem. Nem, mert az kiderült, tehát ott a helyszínen benne vagy, nagy hangerő, nem úgy hallgatod. Nem derül ki a kis apró ilyen nüanszok. De ez nincs rajta a lemezen sem, tehát hogy jól zenéltek, jól énekelt. És hazamentetek, és még négyszer végig hallgatta a Laura. Az én kocsim magam, ja. Bocs. Kicsit megszállott vagy, Csabi, de ez jó. Mindenkinek gyered valamire, ez tök jó. És azt is elmondtam már korábban többször is, hogy imádom azt a korszakát a Robinak, főleg azt szeretem, amikor a Guy Chambers-szel együtt írták a dalokat, ugye az első pár lemez, az első 3-4, és hogy most megint ott van mellette ez az ember, ez számomra egy tök nagy dolog. És ugye ki csinál ilyet még a világon, hogy az utolsó dal, a legutolsó, egy eddig soha nem hallott vadi új szerzemény. Tehát ugye ezzel zár. És hát ez Guy Chambers, Robbie Williams közös szerzemény, és hát zseniális. Imádom. Figyelj, az igaz, hogy felvitte a csajt, csókolózott vele, mert egy fertőtlenítővel lemosta a kezét? Hát azt én nem. Vagy álltok kezet mosott fertőtlenítővel? Igen. Igen. De ezt többen írták SMS-re, meg ezt a Laci is mesélte. De még talán mondott is róla valamit, hogy ő most, tehát hogy felvitte a csajt, csókolózott vele. Mondjuk mi az, ami a kézen nem megy át, de a szájon, ugye? Tehát, hogy fura, hogy talagy. Ez a csók nem olyan csók volt, mint annak idején, hogy ott a színpad elején állva egyértelműen, hanem így hátra bedöntve a lányt, tehát lehet, hogy ja, szóval egy puszi volt. Sem ért, igen. De nincs, csak lehet, de hogy egymásra sem ért az arcuk. De várjál, utána a 10 ember előtt egy kézfertőtlenítővel leöblíted hát a kezedet, vagy nyomsz ezt a folyékony cuccot, szétdörzsölöd. Én ezt nem láttam. Nagyon sokan írták. Valaki írja már, aki ott volt. Ne, a Laci is mondta, meg jött több is SMS, hogy erről beszéljünk, hogy készfertőtlenítővel kicsit átsúrottak. Most akármekkora sztár, meg akármennyire is profi, de ez pronyóság. Hát, hogy így tudod. Legalább menj el le, mert a készfertőtlenítéssel nincs bajod, ugye? Most itt akkor így... Miért csinálja? Hát lehet, hogy nem volt jó illatú lány, nem? Vagy nem tudom. Akkor takarásba, vagy mit tudom én, vagy úgy, hogy ne lássa már ott az arénányi közönség. Nem láttad ezt? Ne, abszolút nem. Nem. Nekem is kimaradt ez. Nekem ez a rész, ez nem volt meg. És még utána bedobott volna egy esemény utáni tablettát. De mi, hogy volt a zsebében egy ilyen fertőtlenítőszer? Honnan került elő az a fertőtlenítőszer? Fogmosás. Jött egy ember? Jött egy ide ember, belenyomta a kezét, megmosta és kész. De na, ez mikor történt, miután lekísérte a színpadról? Akkor történt? Na, ez igazán pronyó. Ez a vicces, hogy amikor megvolt az esküvő, igen. És úgymond már jöttek volna le a színpadra, akkor megmosta a kezét. Tehát valahol a lány. Igen, aha. És utána a lány kezét még egyszer megfogta ezzel a lefertőtlenített kézzel. Aha. Mikre nem figyel ez a Laci? Na, hát ilyet a Dickinson nem fog majd csinálni. Én csak a lánynak a Melvin Boy-t figyeltem. Jó Melvin Boy volt? De hát pont de csinos lány volt, aki fölhívott egy kicsit bambának tűnt. Tehát a lány? Igen. Hát lehet, nem volt szedálva, hogy ne tépje le. Előre leszedált. A hátámon nem állt egy ilyen kis tollas végű, ilyen kis dárszerű nyíl. Tehát egy technikusnak az a feladat, hogy amikor a lány jön fölép, csak egy fúvó csöp. És mire a lány fölért, annyira betépett a mérgezett nyíltot. Túgyos, még egyet! Lefújta a lány, tudod, és mire fölért a lány, annyira leszedálódott, hogy azt sem tudta, hol van. De még valamit mondott is neki, odahúzta, vagy oda sugta a Robinak a fülébe. Ha átdugod a nyelvet, kinyírtak. De nem, még mikor kísérte le a színpadról, és akkor azt a Robi lereagálta, hogy ja, tudom, emlékszem, igen, találkoztunk 10 évvel ezelőtt, én is emlékszem. Hogy az öltözőben nagy kanizsán. Igen. Amikor még ott jártam. Na látod, Szilvi írja. Igen, igen, mi teljesen jól láttuk a kézfertőtlenítést. Tehát akkor volt, ő lemosta a kezét. Ja, hát a Szilvi írja. De ezek az elvakult Robi fanok, mint a Csabi, persze, ezekre már nem mindegy, csak a szépre, mi? De azt hitte, csak dörzsöli a tenyerét, nem? Vagy igen. Nem tudom, mit csinál. Ez is megvolt, de jó volt, összedörzsöltem, mehet tovább. Most gondolkozom. Nem? Hogy? Hogy ez most prosztó, vagy nem? Hogy ott 10 000 ember előtt hozzáérsz egy rajongóthoz, és gyorsan lefertőtleníted a kezedet. Te értelmetlen is egyébként a dolog, meg jó. Tapintatlan. Akkor nézzük meg a másik oldalt. Oké, tapintatlan. Neked van egy előre leszervezett 60 állomásos turnéd. Nem? Baromi sokat kasszálsz vele, föl van húzva a promóció,
valaki fő, mondjuk influenzás, nem akarsz lebetegedni, holnap Varsóban énekelsz, utána mész Amsterdamban, minden másik nap föllépsz. És azt mondta, hogy oké, itt volt, de nem akarsz beteg lenni. Akkor ez most egy személyes sértés, vagy egyszerűen csak magadat véded, és azt mondta, hogy gyerekek, még van 30 állomás, nem lennék mondjuk influenzás. Vagy minek hívsz föl, ha ettől félsz? Akkor egy közhelyes show elemet, amit egyébként már mindenki megszokott, meg már nagyon sokszor látott, egyszerűen kihagyom, mert azt mondom, hogy fontosabb nekem a turné, meg hogy mindenhol eljussak. Közhelyes, meg sokszor látott, azért azt én kérem ki Robi nevében. Mi? Hát ez a joke, fölhívok egy lányt, ezzel már egyszer végighakniszt a világot. Nem ez volt. Minden országban csókolózott egy lányt. Konkrétan elvette feleségül a lányt ott a színpadon. Ú, de durva. A Kai Chambers adta össze őket. Egy konkrét esküvőt rendeztek ott neki. Aha. Jó, Csabi, ezért ne nyalj be, minden nincsen Csubakka se, és nincsenek fénysebességgel közlekedő űrhajók se. Sőt, az erő sem létezik. Sőt, az erő sem létezik, és nincs olyan, hogy Darth Vader. Csubakka igenis létezik. Reggel ott öltözködött a szerkesztői szobában, ma reggel is biciklivel jön. Itt el nincs olyan Luke Skywalker, és Darth Vader sem létezik, illetve senkinek nem vágják le a bal kezét igaziból, mert egy fénykarddal hadonászik. Tehát ez egy show elem. Nem vett el igaziból azt a lányt. Darth Vader se volt az apja Luke-nak. Most kell megtudnom. Csabi, tehát hidd el, azért ez nem vett el igaziból. Csak nem. Csak viszont Linda Lovelace-nek tényleg addig leért. Az biztos. Na jó, hívjuk a BTCC nyertest, jó? Mindegy, hogy lemosta a kezét, vagy nem. Ki kellett volna hagyni ezt, és kész. És megy tovább a show. Szerintem meg. Így van, mindegy. De az, mondhatom, hogy nekem ettől függetlenül tetszett? Persze, hogy persze, nem. Persze, nyalogi. És vettem a jegyet, nem kaptam. Jó. Igen? Persze. Tőlem jó fej vagy, hanem... Lúzer. Konkrétan. Hatot dobtam ki, mert nem tudtam kinek adni. Balázs Morning Show, hello! Sziasztok! Hello! Hát milyen szerencsé, hogy nem a naphallgatója miatt hívtunk, hanem a VTCC jegyek miatt. Jó helyen vagyunk? Igen, igen. Kicsi büfés vagy? Igen, igen, egy kis büfében dolgozom. Ja, az aláírás alapján egy ilyen 130 kilós hotdogot készítő nagy darab emberre számítottam, egy kicsi büfés. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak? Brigi vagyok. Brigi, volt egy kérdésünk, ugye, mi szerint hányadik a magyar futam a VTCC sorozatban, ezzel lehetett jegyeket nyerni? Igen. Hányadik? Harmadik. Hey! Ott lehet. Nagyon örülök. Bizonyám, ott lehet hétvégén a VTCC futamon. Hű, nagyon jó, köszönöm szépen. Kivel mész? Párommal. Ő is nagy rajongó, vagy nincs más választása? Így van, igen, ő is. Ő is. Jól van. Igen. Én rosszul mondtam, ezek nem VIP jegyek, félreértés ne esik. Szerdán az utolsó napon adunk majd VIP jegyek, de ezek is nagyon klassz jegyek, jó? Csak jó, mondom azért, rendben. Hogy... Nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Megrohamozzátok a rádiót hétfőn. Jó mulatás nektek, ciao. Köszönjük, sziasztok. Hello, hello, hello. Szerdán adunk majd a repülőnapon Budaörsön, ott még sorsolunk, akkor azok VIP jegyek lesznek. Hívjuk a naphallgatóját, nem elfelejteni te át, addig mondom, hogy Szerdán Budaörs, repülőnap. A főnökös játékra még lehet nevezni, és szerdán pedig várunk mindenkit. A külérbejtő 36 alatt. Igen. Nem fogok sírni. Állj útan legalább. Ningxó. 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 Elfogadjuk. Hello. 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 Te, senki nem írja alá most az SMS-t. Ki vagy? Zoli vagyok. Zoli. Hello, Zoli. Kora reggel a sorozatokról beszélgettünk, a Trónok harcáról is többek között, és azt írtad, nálunk minden reggel megy a Trónok harca, kimegy először WC-re. Ezzel pedig te lettél a nap hallgatója, Zoli. Köszönöm szépen. Jó, hol hallgatsz minket helyileg? Ajkáról hívlak. Ajkáról, már dolgozol? Igen, egy elektronikai cégnél. A lányok nagyon örülnek, akikkel itt vagyok. Na, küldünk neked egy jó kis ajándékcsomagot, jó, Zoli? Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Hello, hello. Na, elmondtunk, letudtunk mindent? Jaj, hát küldünk neki plusz ajándékot is. Dallas. Aha. Ország. Azaz. Jockey Wing. Így van. Tankolás, kaja. Tankolás, kaja, így van. Magyarország legjobb amerikai éttermében látjuk vendégül. Csabikám, remek zenéid vannak? Megpróbálom hasonló lelkesedéssel ezt is. Remélem, ezt most nem húzzátok le. Mr. Prabzi, aki egy dán és kis antillai származású holland ilyen hip-hop DJ producer dalszerző, közösen Robin Schulz-al, aki egy német elektronikai DJ, összehozták a Waves című dalt, ami szerintem az utóbbi idők egyik leghangulatosabb újdonsága. Ezt ajánlom nektek.
Hát szuper jó. Köszönjük. Kis Antillák, azt mondtad. Gyönyörű hely. Ugye? 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, itt tudtok dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok!